Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra, úgy pontosan 15 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt, Feri, Jani, hello, hello. Sziasztok, jó reggelt. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Már negyed hét van? Hát ez van. Kárhogy nem negyed 11. Ennyire ne rohanj már így. Ennyire sok minden van itt kora reggel. Ennyi zene, ennyi reklám. De nem baj az. Az azt jelenti, hogy ha már ennyi reklámunk lesz, akkor egy kicsit később tudunk jönni. Nem? Nem, az azt jelenti, hogy jön a karácsony. Hogy jön a karácsony. Egyébként. Hát egyébként mi van? Jaj, de jó lenne már. Gyerekek, két hét múlva ilyenkor. Vagy két hónap múlva ilyenkor már nagyjából karácsony van. Előre hozták. Igen. Júj. Igen, október végén karácsony. És igen, két hónap. Két hónap. De gyerekkoromban vártam utoljára ennyire a karácsony. Csak akkor másokból kifolyam. Én ezt mindig szeretem. Már hogy az ünnepi készülődés, nem magát az estét, igen, az egész hajszát, meg ami előtte van, azt én sokszor mondom, hogy nem. De ami előtte van, azt egyébként nagyon. De hogy ami akkor... Ne hajszoljunk most, na. Fogadjuk meg, hogy ne hajszoljunk. Igen. A két göthös. Úristen. Na, ez már valami nagyon rossz indulatú dolog van a torkomban. Kinek számít? Igen, valakinek ki fogom mondani. De nem most komolyan. Tehát, hogy marha érdekes egyébként, hogy közérzetileg nem vagyok rosszul, tehát hogy egészséges vagyok, nincsen semmi gondom, de ez a torokbetegség, ez már gyakorlatilag kezd ilyen akuttá válni, és több mint egy hete kínlódok vele, és valahogy nem akar. Egyre rossz indulatokban a vírusok mutálódnak. Ez nagyon most... sokat égnek ez délutánunk? Rengeteget. Na, nagyon sokat skálázok, ugye? Így van. A túlterheltség, az a baj. Kicsit pihentetni kéne. Van otthon rögzítve több órányi fásimulató, és akkor az a frágya, hajmási Péter. És együtt énekelünk. Együtt ugrunk be a nagybőgőbe. Ah, jó is az. 4 óra óta fönn vagyok. Nem szép tudom, hogy te vagy, ez egy SMS. Tessék? 4 óra óta fönn vagyok. Nem, ezt én mondom, 4 óra, akkor felkeltem, és azóta fenn vagyok. Magadtól is így érezted, hogy tenni akarsz valamit, csinálni mondtam, akarok a világért mondtam, valamit. A világ vár rám. Most én jövök. Sok a dolgom, ha vár, ha kíván, mennem kell. Úgyhogy semmi, igazából ezzel csak el akartam mondani, hogy kiültem a teraszra, néztem a csillagos eget, hallgattam a madarakat, amik azért már így egészen halkan csipognak, meg elfogyasztottam egy jó teát, és rájöttem egyébként, hogy én akkor mindig megállapítom, hogy sokkal jobb így felkelni, mint ez az utolsó egy percben való gyors kapkodás. Magadtól ébredtél, nem állítottál órát. Nem, én mindig 3-4-5-kor kelek, és most így valahogy így felébredtem, és itt voltam már 3-4-6-ra, a rádióportás nem értette. Lassan jöttél. Rám nézett az órájára, megint rám nézett, megint az órájára, de nem értette, hogy mi van. Óraátállítás volt, vagy mi történt? Na, akkor viszont elkéstél. Akkor igen. Ugye? A óraátállítás volt. Szorongok ettől az óraátállítástól egyébként. Hogy bejössz egy órával korábban? Igen. Nem, ahogy, nem, hogy minek, meg hogy, meg sötét, még sötétebb lesz, tudod, ez egy ilyen, közeledik. Mert most még azért úgy 6-ig fél hétig világos van. Tehát ez most még azért úgy tűrhető. De átállítjuk, akkor ott... Akkor vége. Lassan be megérkezik az, hogy 5-kor sötét van. Pedig marha jó, hogy reggel, én nagyon szeretek reggel bejönni, felszállni a buszra, és akkor ott még ejtőzni egy 20 percet a jótékony fél homályban, tök jó, sötét van, olyan nyugis az egész, mint hogyha ha még egy picit így tovább pihengethetnél, mint hogy egy picit tovább alhatnál, és ma reggel egy ilyen új busz volt, én rájöttem, hogy szeretem alapvetően az új buszokat, mert tisztábbak, csak ez az új busz, ez olyan volt belülről, mint egy ilyen, nem tudom, egy táncparkett, az egész ki volt világítva, csillogott, villogott minden, az összes neon égett, minden tiszta volt, meg minden ragyogott, meg minden marha jó volt benne, aztán rájöttem, hogy én inkább a lepusztult, lepattant, a sötétebb, itt ott világító buszocskákat szeretem jobban, nem ezeket azok, amik nagyon rendben vannak. A fényár zavart. Igen, marhára zavart. Egyébként reggelenként szerintem leolthatnák a felét legalább. Nem? Vagy tök jó lenne, hogyha mint a buszokon vagy a repülőkön lenne egy saját személyes kapcsolód. És akkor szépen így felnyúlnál, lekapcsolnál, és akkor tejtőzhetnél. Hát az egy nagyon kulturált megoldás lenne. Ami a repcsiken van, nem? Igen, tök király. Van egy fedélzeti világítás, de magadnak pluszba tudod be kikapcsolni. Így van. Ha aki olvasni akar, olvas, aki nem, és akkor ugye ilyen irányított, kicsit ilyen spot jellegű lámpákról van szó. Szóval buszon is tök jó lenne egy ilyen. Nem? Valaki olvasni akar, akkor az olvasson. Valaki zenét akar hallgatni, hallgasson zenét.
valaki pedig ejtőzni akar még egy picit, még lopni egy kicsit az éjszakától néhány percnyi pihenést, akkor az meg pihenhessen. Tök jó lenne. Ha, nagyon jó ötlet. Miért nem mentél előre? Főnök, fél fény. Hát... Hát csak lehet olyan csinálni. Én ilyen bátortan a kisrác vagyok. Nem mertem. Aztán jött egy bácsi, majdnem az ölembe ült. Úgyhogy... De hát ez mindig benne van a pakliban. De megtetszettél neki? Nem. Vagy azt mondtad, hogy ez a kis csinos... Nem, szerintem... Alvosrácit, vagy mi? Volt egy hirtelen kormánymozdulat biztos a sofőr részéről, de ezt imádom, amikor így letottyannak ide mellém. Jó, nyilván... És ők azt nem értem, hogy egyébként úgy nem lövi be így a távolságit. És mondom, jó van, akkor foglaljon helyet bennem. De lehet, hogy már aludt állva, nem? Lehet, hogy már állva. Egyébként az is lehet. Hogy ő megpihent állva, lecsücsent, és hát pont az öletben. Hortyogást nem hallottam az új Alter Bridge-től. De mondd meg nekem, hogy van az, hogy ha üres a busz, és valaki leül, az biztos, hogy a te ületbe ül. Ha te egyedül ülsz a buszon, mert és látják, ő felszáll másodiknak. Tehát hogy talál az meg téged? Mert látják rajta, hogy alapvetően nagyon kényelmes vagyok. Igen, én nagyon jó karosszék vagyok, mert jó bele lehet ülni. Olyan jó kis polár cuccai van nekinek a srácnak, biztos jó fog melegíteni alulról, beülök az ölébe. Igen. Mi lett ennek a nyomorúságos magyar futballnak a végeredménye tegnap? Micsoda? Nyomorúságos magyar futball egy 2-0-nál, amiből egyet nem is mi rúgtunk. Isten, de kellemetlen. Nagyon. Próbálnék meg viccelni a dolog a kapcsolatban, de hát... Csak a baj lesz belőle. Nem is azt mondom, az, hogy már nem tudok. Tehát, hogy nem, tényleg az egész ilyen harmadikak lettünk ugye a csoportban. Vagyis ugyanolyan, mint ötödikek lettünk. Hát teljesen mindegy, mert ugye a románok fognak menni pótselejtezőre, ők megverték Észtországot 2 góllal, a hollandok azt hiszem megverték a törököket szintén 2 góllal, mi megvertük ugye Andorát 2 góllal, amiből az egyik a miénk volt, hogy ezt fel is jelezte, a másikat meg köszönjük szépen. Azt értek, hogy amolt, mint hogyha a harmadosztályú csapat kergette volna a labdát, cirka 2500 néző előtt. 2500 volt, üres lelátok, én belenéztem 5 percre, üres lelátok minden térted, üres lelátok, és ott látszott, hogy ezek a szegény fiúk, hát futnak, de hogy azért így Andorra nem egy nagy csapat. Nem? Hát nem. Hogy nem a menni. Maga nem tudom 75 000-es lakosságával. Hogy annyira nem tűnik veszélyes. Nem veszélyes. Azt hiszem, hogy 1 gólt nem lőttek eddig az eddigi mérkőzéseken. Nem. Tehát, gól nélkül fejezték be ezt a selejtező csoportot. Érted? Nem lőttek gólt az elmúlt mérkőzések alapján alatt. Tehát 1 gólt nem lőttek, most lőttek egyet azt is saját maguknak. Hogy ezek ellen 1 gólt rúgni. Hát gyerekem, menjetek haza. Nem ennyi. Ők, mi. Persze. Nem ők, mi. Mindegyik. Ennyi. Na így. Abba kéne. Hát igen. És ráadásul ugye egy andorai labdarúgó közvetítés általában nem úgy néz ki, hogy elmondják, hogy X vagy Y vagy Z, hanem azt mondják, hogy most a Péknél van a labda, a Pék továbbítja a villanyszerelőhöz. Jó, igen, villanyszerelő postáshoz. Postás vissza a Péknek. Ők nem főállású focisták, nekik van valami főállásuk, és mellette futballoznak. Ugye? Igen, ők szeretik a focit. Ők szeretik a focit, és közben tényleg elmennek napi 8 órát dolgoznak, majd van egy-két hivatásos, de egy csomónak van normális munkája a futball mellett. Akkor úgy idegenben ez rossz ez a 0-2-nek? Szerintem nem. Ez egy nagyon tisztes helytállás. Ez egy nagyon-nagyon tisztes helytállás. Egy olyan országban, aminek azért aranycsapata is volt, ami játszott világbajnoki döntőt. Tényleg? Hát nem, már mi? Ja, mi? Azt hittem Andorra. Ja, mi? Igen. Van valami, amit nem tudsz. Igen, igen. Tényleg, volt a csapat. Egyre jók voltak. Ott is van egy ilyen. Jó, hát szerintem ezt már csak így az ember megnézi, de bármi történik, inger küszöb alatt kell, hogy maradjon. Tehát, hogy én nem tudom, le a kalappal azok előtt, akik ebben még hisznek, meg mondják, és azt, ha nem jutottunk ki, majd akkor kijutunk a következőre, hát. Meg mennek, meg drukkolnak. Én nem is értem, de tényleg. Szóval le a kalappal. Hát túl gondoltuk. Tessék? Hát túl gondoltuk. Bár én azon gondolkodtam, hogy itt volt ez a nyilatkozat tegnap, vagy tegnap előtt, ez a, hogy hívják ezt a Salkés fiút, mindig elfelejtem. Szalai mondta, hogy nem szabad ilyet álmodni se, hogy ki. Akkor hogy mész? Tehát, hogy akkor hogy mész focizni? Szerintem tök igaza van, én olvastam, amit mond, és nagyon-nagyon igaza van, hogy nagyon nagy hintába volt mindenki téve, hogy nem a realitásokat néztük, hogy mindenkivel itt mindent elhitettek, hogy tök jó, amit mond, hogy igenis ébredjünk föl, vállaljuk föl, hogy nincsen magyar futball, legalábbis ugye hát tulajdonképpen nemzeti válogatott szinten egyáltalán nem, nyilván a klubban van egy-két tehetséges játékos, de azt is elmondta, hogy mennyire túl vannak sztárolva, és valójában azért ők sem olyan nagyon nagy tehetségek, és nem olyan nagy sztárok. És húzzuk egy vonalat, és mondjuk azt, hogy akkor elkezdjük ezt a dolgot újjáépíteni. Szóval ez a de most van lehetőség, de majd most a fiúk megmutatják, de most tényleg reálisan, tényleg ki tudunk jutni. Ez egy önállítás. És ha még ez az önállítás megy,
addig valójában nem fogunk igazi célokat kitűzni, és nem nézzünk szembe a valódi problémákkal. Szerintem ez nagyon jó. Tehát ez nem arról szól, hogy van egy tehetséges csapat, aki nem mer nagyot álmodni, és akkor azt hiányzik már, hogy ezt ő még el is higgye, és akkor ki tud jutni. Itt van egy totálisan tehetségtelen magyar nemzeti válogatott, aki közben nagyot álmodik, és viszont ezzel van a baj. Aha. Tudod? De ez nem húzó erő? Tehát nem. Azt mondod saját magadnak, hogy gyerekek, csináljuk meg, ott leszünk ki. De igen, ha olyan szinten vagy, és van realitása, plusz van egy lelki tényező, ami ahhoz kell, hogy te kijussál, akkor igen. De ha semmiféle realitása nincs a te álmaidnak, tehát most neki állhatsz te 100 gátat futni, vagy 110 gátat, hogy gyerekek, ki meg tudom csinálni, és sose fogod. Aha. Ha szembenézel, hogy nem fogod, és elmész inkább curlingezni, és ott mondod, hogy gyerekek, kijutok, akkor meg lehet, hogy két év múlva kijutsz. Én nagyon-nagyon egyetértek azzal, amit ő mondott, sok szempontból. Én abban nem értek veled egyet, hogy ez a totálisan tehetségtelen, ez nem igaz. Ez egy totálisan középszerű válogatott. Tehát, hogy meg lehet nézni mindig a tabellát, hogy hol végzünk, általában a középmezőnyben, ott is van a helyünk. Vannak csapatok, amiknél jobbak vagyunk, de vannak, amiknél egyértelműen gyengébek, egyértelműen rosszabbak, csak mindig a vérmes reményekkel van a gond. Tehát, hogyha már az elején valaki azt mondaná, hogy gyerekek, ebből megint az lesz, hogy igen, öt közül harmadik, ha örülünk neki, akkor másod, de arra azért ne számítson senki, mert az nem realitás. Ha már így futnának neki, és azt mondanák, hogy na megint egy tapasztalatszerzés, talán majd valamikor beérik a gyümölcse, akkor az úgy jó lenne. Mert azért ezek a srácok nem tehetségtelenek, pont az említett Szalai is azért a Schalkében most egy meghatározó embernek számít, és teljesen mindegy, hogy azért, mert hogy hívják, labdazsonglőr, mert nem az egyébként, hanem mert egy korrekt befejező csatár, aki, hogyha megkapja a labdáját, akkor általában be is rúgja. Egy ügyes ilyen lesipuskás. De azért mégiscsak ott van egy csapatban, ahol hasznos tud lenni, és még vannak jó néhány ilyenek, tehát inkább a középszerűséggel van gond. De hogy azzal a középszerűséggel tisztában kellene lenni, és felvállalni. Ez van, srácok. Ennyit tudunk. Ne várjatok tőlünk többet, mert hát azért mindenki tudja, hogy minden élsport ilyen, de hát a labdarúgás aztán meg hatványozottan, hogy egészen pici kortól kellene kezdeni, tehát hogy már az utánpótlástól kezdve kell felépíteni az egészet. Mondom ezt úgy, hogy egyébként nem értek a focihoz, de hát látja az ember, hogy ott kezdődnek el egyébként a problémák. Abszolút. Úgyhogy mindegy, nem is érdemes ezzel többet foglalkozni, szerintem én nem láttam, meg nem nézem, meg nem kínzom magam, meg nem is, megmondom, hogy nem is érdekel. Tehát annyi tök jó, meg szép, meg értékes dolog van, hogy aki ezt leül és végigizzadja, az le a kalappal, tehát tényleg. Az biztos. Na, de vannak pozitív hozzászólások, csak szólok, hogy mi hetet rúgtunk Andorának, két meccsen Hollandia csak ötöt. Ennyi. Vagyis jobbak vagyunk a hollandoknál. Így, nem? Így teljesen egyértelmű. Viszont a hollandok már ott vannak a VB-ben. Igen. Ennek a 600 jegynek a felét ingyen szórták, ki írja egy másik hallgató. Hát most érzed. Jani, biztos a sok fénytől fáj a torkod, ami vasárnap volt. A fényjevő, mi? Túl sok fényt tettél egyébként vasárnap. Igen, azzal is jól laktam egyébként. Igen. A Homeland mikor kezdődik, Balázs? Kérdezi Laci. Hát az... Már elkezdődött. A számítógépen. Igen, hát legalábbis azoknak, akik aktívan tevékenykednek különböző szörnyűbbnél szörnyűbb illegális oldalakon, és összepárosítanak különböző illegális szinkronokat illegális filmekkel. Akkor azoknak már elkezdődött. Hogy ezt hol adják kábelen, azt nem tudom. Szerintem az RTL-en fogják, de mikor, fogalmam nincs. Hogy állunk játékkal? 2-0. Megyünk megint? Igen. Húzzunk már megint egy 5-0-át. Jó. Legalább próbáljuk meg. Tegnap ki játszott? Én. És? Hoztad. Megnyertem. Illetve, jaj, de hülye vagyok, nem én játszottam, csak hangban a Jani játszott. Persze, én játszottam. De ő nem játszottuk a nagy megtévesztés kártyát? Igen. Hogy veled akartak, de mégis Jani veled játszottam. Nem, Janival akartak. Aztán bedobtam magam én, hogy ne bántsuk szegényt, hadd pihenjen az ő hangja. Mondta a hallgató, hogy jó, aztán mégis vissza akart érni Janihoz. Erre mondtad, hogy akkor kezdődjön a játék, és én kezdtem el. De egy kis összezavarés után, de végülis megnyertük. Ha persze. Na, oké. Akkor 2-0 van. Jó, ezzel lehet szépíteni, sőt, még a hét is nyerhető. Ha valaki nagyon bátor, nagyon jól megy neki a játék, és nagyon szeretne játszani, akkor érdemes SMS-t írni. Ráadásul a három nagy játékunk közül valaki nyer még egy brutál jó wifi-s, tényleg extra durva nyomtatót. Úgyhogy érdemes ezért is jelentkezni. Fél hét van, jövünk a hírek után. 3:47 múlt pontosan 4 perccel, hello mindenkinek! Budakeszi felől a Nagykovácsi elágazásnál egy nagy vaddisznó fekszik a jobb szélső sávban. Óvatosan, mert a kanyartól nem látszik. Mentős fecó küldte ezt nekünk, köszönjük szépen, és rengeteg jelentkezés a játékra, ez nagyon jó.
Miskolc és Tiszaújváros környékén olyan köd van, hogy neki lehet támasztani a bringát. Bambi a szállító küldte nekünk. Köszönjük szépen. Hova tűnhetett az autó, aki a vaddisznóval találkozott? Igen, hát de azért... tudjuk, hogy a vaddisznó halott? Hát mi van, csak lepien? Ja, csak alszik, az lehetséges. Elfáradt, megpien, mert megy tovább. Mert ha autót rafálta bele, hogy az egy vaddisznos ütközés után csak úgy tovább ment, az kicsit elképzelhetetlen, de igazad lehet, megpihent szegény. Alszik. Lepihent. Jó, lefáradt. Fáradt. Na megnézzük, hogy ki a marag geli játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát négy tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Szép jó reggelt kívánok, sziasztok, Tomi vagyok. Hello, Tomi! Tomi. Így van. Hello, Tomi. Mi újság, Tomi? Mai nap Magyar Hírlap, Blik, nőklapja, TVR-ét. Mit mondjak még? Jézusom, Tomi! Ja, ért! Ja, érte! Ja, jó. Igen, a mi újság. Aha. Igen, jó, mi a helyzetre meg azt tudtad volna, hogy ez egy olyan szituáció, amikor is valami történik. Igen, értem. Aha. Jó, de nem volt rossz. Mit csinálsz? Mivel foglalkozol, ahol ilyen nagyon szellemesnek kell lenni, Tomi? Most így jelenleg pillanatnyilag konkrétan abban a szempontból a gyógynövénytermesztői tanfolyamra járok. Aha. És december közepén végzünk. Gyógymasször? Gyógynövénytermesztői. Gyógynövénytermesztői tanfolyam. Jól hangzik. Hát arra szükség. És akkor is sok mindent megtanulunk bizonyos növényekről, amiket eddig gondolni sem mertünk volna. Hogy mire jók. Uh-huh. Hát szóval magyarul kanabisz termesztesz. Jó, ez teljesen. Aj, a fene megbuktam. Kutya mindenség is neki. Teljesen egyértelmű. Úgy növény tanfolyam, persze. De a haveré tovább képeznek, hogy hogy kell ezt csinálni. Oké, jól van. Kivel szeretné játszani, Tomi? Hát figyeljetek, én benne vagyok egy zsemelésbe is, hogy mind a hármatokkal, de hogyha ez megoldhatatlan, akkor esetleg fejével, mert én is nagy gasztronóm vagyok. Tegnap is én játszottam, hagyjál már békén. Jó ötlet! Komolyan, mehetünk. Jó ötlet! Na, léci. Lejtje. Mi volt az SMS, amit küldtél? Ha biztos valami arcos. Valami nagyon arcoskodó lehetett. Valami olyasmi, hogy vissza sem lehetek hívni, és akkor majd megint röhöghetek magatoknak, hogy egy lúzer filmesetpercünkből, aki mondta valamelyik szót. Valami ilyesmi. Ja, hogy mi mindig csak a bénákat hívjuk, de ha igazán kemények vagyunk, igen, akkor beszéljük téged. Igen, így van. Látod? Hogy nem mindig csak a bénánkat hívjuk, mert téged is visszaírtunk. Jó, mehetünk? Na, akkor felhívál? Igen. Persze, hát figyelj, engem akarsz. Na, oké, szuper. 3, 2, 1, fire! Azt gondolod, Tomi, hogy látszik az SMS-ben, hogy ki a béna? Hát, én sohasem olvasom az SMS-eket. Ki tudjátok, ti is szoktatok választani. De szerinted így választjuk, Tomi? Az csak biztos, hogy ti választjátok. Lehet, hogy például Panika. Uh-huh. Vagy most Juli. Akarsz kérdezni? Hívott engem. Az előbb arra céloztál, hogy akarsz kérdezni? Így van, gasztronómiáról szeretnék veled beszélgetni, mert sokszor hallom, hogy... Te is főzöl, ugye? Így van. A kokoládé nevű süteményről hallottál-e már? Természetesen, sűrűn sütök. Mesélj róla. Nagyon finom. Annak az a lényege, hogy sok csoki és kókusz van benne. Pontosan. Milyen csoki? Barna csoki, tejcsoki. Tej? Barna csoki, tejcsoki. Hány százalékos? 75? Fú, azt sohasem olvasom el a papíron, csak megveszem. Királyban. Megvan, lejárt az 1 perc. Ez egy szép játék volt. Hát, na. Ezt az üdvíri hallgást lehetne még egyszer nekem is? Ez neked szólt az előbb. Tudom, de hogy még egyszer. Sajnos, hogy nem. Na, jó van, sikerült újraindítani, mert lett vagyok. Igen, felé. Bocsi, nem hallottam, lehetne még egyszer. Most átment? Most meg volt? Hát így, nagyon halkam. Igen? De ezt hallod, ugye, Tomi? Jaj. Örülünk, ügyes vagy, jó játék, tényleg jó játék. Na, ugye mondtam, de ti soha se hisztek nekem, hogy meg tudok titeket verni. Benge vagy. Tényleg jó volt, megérdemled az ajándékcsomagot. Bögre, ajándék, egér alátét, szatyor, nagyon klassz dolgok vannak benne, tényleg.
Jó. Ez magától létrehozó, és mindenféle szempontból egyébként is így van. És három szóval tudnám jellemezni ezt az egy percet. Tönyületes, elektrasztikus és funkigöző. Jól van. Vannak barátaid, Tomi? Vagy nagyon ráér. Igen, rohadt magányos lehet. A hétvégén is ilyen vicces vagy. Tomikám, küldjük az ajándékcsomagot. Gratulálunk, ügyes voltál, ez vitathatatlan. Jó? Ezt mondani se kell. Sziasztok. Köszi, ciao. Szia. Hello. Jó, kiváló lehet volna dumcsizgatni. Igen. Szép volt. 5 perc, a pontosan 7 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi. 7 óra múlt 10 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani, hello, Feri. Hello, mindenkinek. Többen írjátok, hogy a játékos kimondott valamit, visszahallgatjuk, nem vennénk el tőle, mert ügyesen játszott. Ja, de az ajándék már az övé, csak a pont véget. Hát nem, azért akkor viszont annál szigorúbbak vagyunk, mert ha viszont kimondta, akkor az ajándék se az övé. Ó, te. Nem. De szerintem nem mondta ki, de itt többen megírják, és erre mi mindig hallgatunk, úgyhogy megnézzük, visszahallgatjuk, ha kimondta, bejátsszuk, megmutatjuk, akkor viszont pontot nem adunk. Ha pontot se adunk, ajándékcsomagot se adunk. Hmm. De szerintem nem volt, figyeltünk. Sem volt inkább. Igen, igen, szerintem nem mondta ki. Ügyi volt azért. Szerintem nem mondta ki. Úgyhogy nincs baj ezzel a dologgal. Jó játszott, megadtuk. 2-1 van jelen pillanatban. Még ma is mindent megtennék, hogy játszak. Tegnap nem hívtatok vicce, nagyon szeretnék bejutni Ire Zsolti. Tényleg ez egy lehetőség, próbálkozzatok, ha van az embernek lehetőség erre, hogy küldjön SMS, de minden játékra nagyon sokan jelentkeznek, úgyhogy nehéz. Zalaegerszeg és Szombathely között úgy esik az eső, mintha muszáj lenne neki, pifu, üzeni nekünk, és a Szentendrei út befelé jól járható. Üdv. Üdv neked is. Üdv. Igen. Üdv. Detto. Martonvásár bejáratánál Pest felé jövőket mérik a Sunyi rendőrbácsik. Csepi küzente nekünk. A Prügyi Dugó rajongói klub szeretne játszani Óven bácsi és Beru nénit. Bagira lány üzente, erről már egy picit lemaradtunk. Na, hát ezek a legfontosabb közlekedési hírek. Igazából azt írjátok még sokan, hogy sok helyen esik az eső. Ez marad végig? Nézte valaki? Hétvégére jót mondanak. Ma csak. És utána? Hát utána meg feljavul már a hétvége felé. Hétvégére napsütést is ilyen 18 fokot mondanak. Gyönyörű kiránduló idő lesz. 18 fok napsütés. Az jó. Ez jónak tűnik. Na, akartam valamiről mesélni nektek, mert szinte mindenki futott már bele olyan dologba, amiről azt hitte, hogy ez nem olyan dolog, mint amin ennek gondolta, ugye? Én velem ez többször is megtörtént. Ugye, hogy nagyon sokszor történik ilyen? Így van. Hogy azt gondolod valamiről, hogy az aztán kiderül, hogy mégse az, amit gondoltál, mert valami egészen más, és nem az? Ha jól emlékszem, ez többször is előfordult legutoljára. Tegnap, illetve nem is tegnap, hanem pontosabban a hétvégén a Viki rögzített néhány mesét a gyereknek. Ezeket mi fel tudjuk menni, van ez a kis boxunk, és aztán ezt, amikor a gyereket kicsit le akarjuk kötni, akkor így berakjuk neki. És tegnap valahogy így leültem mellé, vagy így leültetett, és mondta, hogy nézzünk meg egy mesét. És mondtam, jó, hát nézzünk meg egy mesét, olyan nagy baj nem lehet. És van most a közszolgálati tévének valami egészen helyes, újszerű meséje, ami egyébként tök helyes. Két ilyen animált, ilyen báb figura. Imádják az óvodások, a kisiskolások és a gyerekek. Egyébként tényleg helyesek, Lóti Futi nincs meg, hogy kik ők? Nem, én nem is láttam még őket. Lóti Futi? Igen, ilyen virtuális háttérben rögzítik a jeleneteket, és van néhány kellék a stúdióban, és az utómunkában teszik köréjük azt a világot, amiről tulajdonképpen ez a mese szól. Tehát ilyen félig báb, félig animált, aha, magyar szereplőkkel, magyar rendezővel, magyar színészekkel. Kézbedugós, vagy pedig belebújós? Tehát, hogy a színész bújik bele a... színész bújik bele a... hogy hívják be? Szerintem bábszínész. Bábszínész belebújt, így van. Bábszínészek belebújtak. Persze, legalábbis, ahogy én gondolom, bábszínészek belebújtak. Tehát nem a klasszik kemény Henrik féle vonal. Nem. És az egyik ilyen kicsit bumfordi, a másik kicsit ügyetlen, ilyen kis nagyon helyes karakterek. Mondta Viki, hogy ezt fölvette, és hogy ezt állítólag a gyerekek az oviba imádják. Nézzük már meg egy részt belőle. Viki elment, lekapcsolom, leülünk. Szeretek a gyerekkel mesélni, uh-huh. Ül, kérdez, tehát tök jó dolog. Viki már sejtett valamit, mert ő miért ment, mi nem együtt elindultunk. Mindig kíváncsi a szemlélek egy mesét, mert mindig kíváncsi vagyok, hogy mi a gyerekek ingerküszöbben, mit néz a gyerek, tudod, mi az, ami érdekli, hova fejlődnek a mesék, fejlődtek az elmúlt 10 évben, még mindig festéktűszentő habciben ő a jó, vagy a magyar népmesék, vagy van-e valami új. Lóti Futi, elindulom, elindítom a mesét, következő történik. Megjelenik ez a két ilyen zokniszerű, ilyen töltött zokniszerű kis lény, az egyiknek a fején sapka, sál, tök helyesek, kicsit paranoiásak, és elkezdenek figyelni valakit, mert az a valaki gyanús dolgokat csinál.
A gyerek, tudod, így rám néz, nézem a mesét, kezemben a távirányt, van ebben még rám néz. Van ebben még nyugi, várjál. Mondom, jó ez, de tényleg szeretett. Lassan építkezik, de a már vége az Avatar. Puffancs bácsit figyelik. Puffancs. Aha. Puffancs bácsi. Egy kövér fánc. Nem jelenik meg a mesében, legalábbis ebben a részben nem jelent meg Puffancs bácsi. Puffancs bácsit figyelik. Mert hogy Puffancs bácsi gyanúsan viselkedik. Figyelik a házát egy távcsővel, állnak az ablaknál. Én mindig megállítom a gyerek kérdezni, hogy kit figyelnek, mit figyelnek, mi történik a mesében. Benni elmond, azt hittem, tudod, hogy valami tök laza, hogy Puffancs bácsi nem tudom, csinál valamit, vagy Puffancs bácsi nem tudom, bevásárol. Puffancs bácsi gyanúsan viselkedik, ugyanis ásóval, zsákkal és kötözővel bemegy az ő garázsába. Mire a Lóti vagy a Futi elkezdi találgatni, hogy mi történik most valójában szerintük a mesében. Aha, és mire tippel? Futi. Majd az egyik elkezdi mondogatni, és ott a gyereki rám nézett ilyen dermedtem, hogy vajon kit akar elásni, és hogy biztos meghalt valaki. És Puffancs bácsi azon dolgozik, és azért viselkedik gyanúsan, mert valakit el akar ásni a kertjébe. Sokat néztek híradót a készítők előtte való este. Mire mondja a Lóti vagy a Futi, hogy az tök jó, mert ebbe a zsákba ő nem fér be, viszont a haverja befér. Tehát, hogy Puffancs bácsi csak az egyik őjüket akarja elásni. Tudod, a gyerek már így ül. Kit akarnak elásni, kérdezi tőlem. Tudod, ülök így dermedten. Mondom, most már megvárjuk a végét. Megvárjuk a végét, Benni, nem tudom, hogy... Most már is kíváncsi vagyok. Nem tudom, hogy kit akarnak elásni. Zsákot visz Puffancs bácsi. Kötözőt víz Puffancs bácsi, lapátot víz. És egy jégcsákány. Bemegy a garázsba, csinál valamit, majd kijön, és húz egy zsákot maga után. És közben voltak ilyen hangok, hogy és akkor erre mit mond Lóti és Futi? Megúsztuk, de akkor vajon ki lehet a zsákba? Vajon mit csinál Puffancs bácsi? Akkor ezért nem mutatták egyébként. De várjál, ők mert azt hittem, hogy költséghatékonyságból, hogy esetleg a legutóbbi M1-es tűzrakási projektre, ami az egész országra kiterjed, elment az összes lény, és nem tudták már a harmadik figurát megcsinálni, de akkor ezek szerint nem. Tehát egész éjjel fennmaradnak, mert Puffancs bácsi gyanús. Aha. Figyelik távcsővel, Puffancs bácsi éjszaka nem mozog. A gyerek várja, hogy megmutassuk Puffancs bácsit, egyre jobban ül mellettem, fogja a kezem, hogy vajon kit fognak elásni, miért akarnak bárkit elásni, és amikor már pont elmennének lefeküdni, Puffancs bácsi jön a zsákkal, az ásóval, meg valami fura ilyen zsákszerű képződménnyel. De még mindig nem mondom, mutatják. Felgyorsult azért ez a mesevilág. Máshova tar, más már az inger küszöb. Mondjuk jó, ki volt írva, hogy 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Aha. Egy 7 éves már simán feldolgozza valakit. Ha valaki be, hogy nagyon vernek a garázsban, aztán kivontatják és elássák. De mondom, simán. Egyébként tök helyesek, meg nincs velük baj, meg szerintem ez a Lóti és Húti, ezt a gyerekek imádják. Csak pont egy olyan részbe csúsztam bele, aztán megtörténik a katarzis, de mindez úgy, hogy egész éjszaka félnek elaludni, mert nem tudják, hogy Puffancs bácsi mit csinál a garázsban. Na de és ott áll két ilyen remegő Lóti Futi, akik már rohadt fáradtak, mennének aludni, de nem mennek, mert azt mondja az egyik, hogy mindig ilyenkor történik a gonoszság, amikor a jó fiúk elmennek aludni a filmekben. De várjál, mit ért ez katarzis alatt? Körbeveszi a házat a tek? Igen, és kihozzák a túszokat. Nem, kiderül, hogy Puffancs bácsi muskát itt akar elásni. Rohadt életben. Ja, hogy de várjál, muskát légy hogy ültet. Vagy Muskátli az ő felesége. Igen, valakinek a fantázia neve. Ne, Muskátli az ő felesége, és a Muskátlit akarja elásni, és ezért kellett a kötözé, és ezért kellett az ásó, ezért kellett az a szatyorszerű valami, amiben ugye benne vannak a palánták. Mondjuk azért nem annyira vágja a témát. nem volt egy nagy elme ez a Puffancs bácsi. Néhány eszköz, így ha csak visszagondolok a tapasztalatainkra, amikor mi muskátlit ültettünk virágládába, akkor szerintem így egy pár dolog, azért szerintem felesleges volt. Igen, Puffancs bácsi nem túl rutinos kertész, csak arra gondoltam, egyébként tényleg egy tök helyes mese, meg jó, hogy születnek ilyenek, meg helyesek ott az M2-n, ugye ezzel dolgoznak, meg egy tök nagy stáb csinálják, meg az ég egyet a világon semmi baj nincs vele, csak egy pillanatra olyan felnőtté vált a dolog, és nem tudtam, és a Benni nem értette. És amikor látta, igaz, hogy mondjuk négyes, ez a két pufi ott remeg, és félnek Puffancs bácsitől, akkor egy kicsit ugye ezt szintén nem értette, hogy kit fognak most elásni, vagy mit csinálnak, vagy ők mitől félnek, tudod? Nyilván éreztem, hogy lesz ebben katarzis, csak nem ásnak el ott valami koronatalút. Egyébként az lett volna a menő. Hogy tényleg? Hogy tényleg az, hogy Puffancs bácsi. A hangja nagyon jó, vagy a neve. Kivontatja a zsákot. És ott van benne a víz arra leolvasó. És a két láb kandikál így ki a gödörbe. Na, az dolgozt fel 6 évesen. Én annak egyébként nagyon örülök, és hát ez a
témából, ahogy felvezetett meg, ahogy elmondtad, kiderült, hogy hála jó Istennek nem úgy építkeztek, mint ahogy szoktak amúgy a napi sorozatok, hogy előkerül egy pisztoly, előkerül valami, amit vélsz valaminek, és akkor ott elvágva jön a reklám, vagy akkor holnap folytatjuk egy ilyesmi, mert akkor a Benny biztos, hogy nem aludt volna éjjel, és állandóan arra riadtatok volna, hogy felsikít a szobája, hogy facs bácsi, jön érted! Hogy azért jó, hogy a végén lecsapták, tehát hogy nem hagyták a gyerekeket kétségek között vergődni, hogy vajon ki lehetett abban a zsákban. Igen, viszont egész éjszaka ott állt Benny az ablakban, és a szomszédot bámult egy egy gyereknek tök más az elméje. Tehát, hogy tök más ragad meg benne. Múltkor valami mesében mozgott valami árnyék, és egész este azt kérdezgette, hogy, ugye, ha felkapcsoljuk a lámpát, akkor eltűnik az árnyék, hova megy az árnyék rossz-e, nem rossz. Tudod, ilyen teljesen váratlan dolgok maradnak meg. Hát, ez a metafizika, ez mi? Igen, de hogy a felnőtt fejjel teszik ezt bele, hogy a két lót és huti arra gondol, hogy valakit elásnak? Érted? Aha. Tehát ez egy mese. Nem? De mit gondolhatott a gyerek vajon? Nem kérdezte? Tehát ő megkérdezte, hogy mi történik most, meg ők miért félnek, meg kit akarnak elásni, meg miért kell az ásó. Tehát a gyerek próbált elé menni ennek a dolognak, meg nem volt se rémisztő, nyilván felnőtt feje, meg vártat, hogy lesz benne valami, kiderül. Csak ugye, amíg ők átvirasztották az éjszakát, amíg arra gondoltak, hogy valakit el akar ásni, és az egyik mondta a másiknak, hogy nyugi, te nem férsz bele a zsákba, csak én. Vagy csak egy zsákot látok nála. Tehát az egész tényleg olyan volt, mint amikor a klasszik jelenet ketten figyelnek, tudod, egy gyanú szomszédot, aki tevékenykedik a kertben, és végül kiderül, hogy ő a gonosz. És mondta, hogy ez csak egy zsák, ebbe csak egyikünk fér bele, úgy látom, te fogsz belemenni. És mondja a másiknak, hogy ebbe te férsz bele ebbe a zsákba, és majdnem sírnak. És kiderül, hogy Puffancs bácsi egyébként teljesen ártatlan. Nem tudom, hogy a többi részben Puffancs bácsi feltűnik-e. Egyébként. Hogy azért ilyen mesékbe bele lehet szaladni gyerekkel, hát igen, nem? Igen, ugyanakkor meg csak látszólag újszerű, meg látszólag rémisztő, meg látszólag olyan, hogy az emberek gondolkodik rajta, hogy vajon jó, hogyha egy ilyen sztorit belehoznak egy mesébe, mert hát ugye a klasszikus mesék is gyakorlatilag számtalanszor beszéltünk már, mi is erről ugyanezt a vonalat képviselik. Összetoljod magad gyerekként. Sőt, még sokkal naturálisabban. Igen, hozd el, válj ki a szívét, hozd el egy kis ládikóval. Hát tényleg szerencsétlen az is. És akkor egy vaddisznó szív jön. Hát milyen dolog. Most mi van nálatok? Mi megy? Nálunk most klasszikusok mennek, de például a kis gyufa áruslányt én még nem mertem elővenni, mert egy ilyen nagy klasszikus sorozatban benne van a mesék között, és azt például én nem akarom a Pannának elolvasni, aki 5 éves. Hát most hát tényleg egy fagyott kislánnyal búcsúzzunk el egymást, és jó éjszakát lehet. Igen, aludj jól, kicsit, és semmi baj. Álltam. Nézd csak meg a radiátort nálunk is. Hideg. Kis gyufáros kislánynak is milyen szép a mosolya. Egészen tavaszig, mert akkor majd megint kienged. Hát ott mit lehet mondani? Igen, semmi. Igen, mit mondasz erre? A kis gyufáros lány kegyetlen hideg volt, hullott a hó, már sötétedett. Az esztendő utolsó napját mutatta a naptár. Ezt leülsz elolvasni a gyereknek, hát az nem tud többet mindenki aludni. Mindenki ott, ha volt, boldog volt, benn volt a meleg lakásban, és ünnepel, csak egy valaki áldogált kint, és megpróbálta eladni azt az egyetlen dolgot gyufát, amilyen még maradt. A kemény hidegben egy szegény kislány járta a sötétedő utcában. Hát összetoljod magad, nem? Hajadon főtt és mezitláb. Aludj jól, gyermekem, a folytatás holnap következik. Ugye? Ha egyébként meg abból a szempontból tök jó, hogy azt tudod mondani a gyereknek, hogy látod, neked van cipőd. Így. Na húzzál aludni. Látod, ezért kell felhúzni mindig a papucsodat, és soha kérem venni, hogy az utcára, főleg télvíz idején, nincsen rajta semmi, és rétegesen kell öltözködni, mert a vége az lesz, mint a kislány is. Emlékszel, hogy jó meghal. Igen, és Penny, hát szeretném akkor, hogy még egy utolsó mondatot a meséből, apa, még egy utolsó mondatot. Jó, egy utolsó, de aztán alvás. Irgumburgum. Jó. A hideg reggelen ott találták a kis gyufárus lányt. A házszögletben kipirult arca, mosolygott, de élet már nem volt benne. Figyelsz, Benny? megfagyott a csodákkal teli éjszakán, Benny. Figyelj ide, ott feküdt a halott gyermek. Új esztendő reggelén körülötte egy halom gyufás katuja. És sok-sok elég egy gyufaszál. Na de, Benny, most így már van. Jó éjszakát, lekapcsolom a lámpát, itt maradsz a sötét szobában, én is kimegyek, nem foglak hallani. Aludj jól, holnap találkozunk. Itt a vége, fuss el véle, aki nem hiszi, járjon utána. Megtörtént eset alapja. Melegedni akart szegényke, mondták az emberek, nem tudta semmi, senki mennyi gyönyörűséget látott, és milyen fényesség vette körül. Amikor elhagyta ezt a sötét világot. Alvás! És holnap csodás napra ébredünk. Holnap reggel, óvoda! De valószínűleg a végén már annyira
fázok, hogy halucinál. Ennyit ezekről a csodálatos igen. Esemény. Most jaj, itt hagylak, Beni, és az is lehet, hogy elmegyünk anyukáddal vacsorázni. Ne ijedj meg, hisz már 4 éves vagy. Kapcsolt fel a lámpát, ha félsz. Jó éjszakát! De van itt egy doboz gyufa is. De hogy ezt tényleg mindenkinek ilyen, vannak ilyen nagyon traumatizált meséi, nem? Amikre emlékszel, meg amiket neked mondtak, hogy valahogy minden mesében ott van a felnőtt vonal. És ez a lótifut is egy tök helyes dolog, de hogy ebben miért kell beletenni egy sorozatgyilkos vonalat, egy gyilkos szomszéd vonalat, és legyünk igazságosak, tényleg 5 másodperc volt arról, hogy itt őket most el akarják ásni. De ez a lótifuti, ez ott állt remegve, hogy ezek most összetolják magukat, mert Pipacs bácsi, vagy ki az? Puffancs bácsi. Igen. Puffancs bácsi sorozatgyilkos. Érted? Hát ilyen hogy alapon ez itt valahogy minden mesében kicsit előjön. Ilyen alapon akkor kicsit már előrébb is szaladhatatok volna, és akkor megnézhetétek volna Ray Liotával, meg Joe Pescivel a nagy menőket, érted? Abba is elásnak valakit. Igen, nálatok mi megy most, hogy te mit olvasol? Hát nálunk már azért ezeken túl jutottunk, hál' Istennek. Most jelenleg nálunk Gerard Darrell, a családom és egyéb állatfajták a menő, de azt olvasok könyvben is, és nézzük filmen is. Leszettem valahonnan, úgyhogy nálunk már ez egy teljesen más vonal. Ott már azért közemész, tehát ott azért már egy picit komolyabb dolgok vannak, de ott már veszi, ugye a lányom azért egy picit nagyobb, és akkor veszi már az iróniát. Tehát az, hogy izét, hogy eves sokat, meg ölje minél több állatot, tehát hogy ez már, ő már ezt tudja értelmezni. Úgyhogy leválnak már a karakterek egymástól, ő már nem ettől fél. Ő már a fogszabályozótól. Lesz fogsz. Van is neki egy gyűlöli. Húzunk rajta egy de vehető, kivehető, vagy milyen? Ez vagy állandó? Nem állandó, ez az estére betevős. Aha. És ez szörnyű. Tehát, hogy de most már vége felé járunk, úgyhogy. És a Virág hol van, amikor te a Walking Dead-et nézed egyébként? Alszik. Persze, én nagyon szigorúan csak olyankor nézegetek ilyeneket, meg vetem bele magam a műfajba, amikor ők már szundítanak. És fülessel? Vagy hallgatod ezeket hangosan? Mert ugye azért ez úgy jól nem, nézi. Nem, tigrissel és kangával. Jó, de hol van Zsebi baba közben? Hogy mit csinál közben Zsebi baba? Nem úgy értem, hanem fölraksz valamit? Így van. Igen? Tehát, mert azért egy ilyen filmnek azért van hangja rendesen. Se hang, se kép. Még a trélereket is úgy szoktam megnézni, hogy amikor kint van a konyhába, eszik, vagy mit tudom én, fürdik, vagy ilyesmi, tehát hogy nem hagyom, hogy beszélemkedjenek az életébe. Így is azért meglát egy-két dolgot, nyilván a DVD-knek az élén is sokszor vannak képek, meg azért nyilván a filmcímeket le tudja olvasgatni, úgyhogy tehát, hogy abból, hogy oltak hajnal, abból azért már ugye tud rá következtetni, hogy ez nem az ő volt. Nem biztos, hogy egy mesefilm. Igen, mondjuk a legszürreálisabb az még mindig az volt, amikor a vakon szült az erdőben, azt meséltem. Igen. Mikor a nyuszinak lyuk lesz a lába között. Hát nem, meg a kaki mese. Nekem az volt a bizony. Csúcs. A vakond, aki kinyomozott, hogy kikakült a fejére. Szenzációs. Szenzációs. Mert a szülés az legalább ugye egy olyan kép, amivel majd jó esetben találkozni fog mind a kislány, mind a kisfiú. Tehát azt egy kicsit korainak érzem a felvilágosító munkát, de az oké, az korrekt. De várj, a vakondot kinyomja az erdő közepén a nyúlból, és benéz a lány nyúl lába közé, akinek elkezd tágulni. Tehát, na, hogy... Hát azért mondom, hogy az legalább rendben hát azért, a biotóm. És ugrál a hasán, aztán kigurulnak belőle a kisnyulak. Gurulnak az újszülött kisnyulak, és még nézi, és aztán így vissza eltűnik a lyuk, vagyis jelzi, hogy már nem akart én kijönni. Én öröki hálás leszek azért, hogy azt megmutattad. Ugye? Így van. Hát onnan jutottam el a varázsgombás részig. Hát az meg aztán konkrétan egy hatalmas trippes utazás volt. Azt is érdemes megnézni mindenkinek, amikor az egész erdő be van gombázva, és konkrét látomások vannak. Vannak érdekes mesék. Na mindegy, egyébként nézd meg, a lótifuti tök helyes, az egész, tényleg, meg jó, hogy ilyenek készülnek, tehát ezzel abszolút nincsen baj. Jó a két karakter szerintem, meg újszerű, meg szórakoztatóak. Na, Oven bácsira, Beru nénire lehet jelentkezni, és ugye plusz ajándékunk is van. Hogy ne lenne minden egyes játékosunknak, így például Tominak, aki az előbb megvert bennük engem, fekete-fehér, igen, nem, mert van egy plusz ajándék, és majd 10-kor lesz egy ilyen nyomtató. Igen, de a nyomtatón kívül a fekete-fehér igen nem nyertese kap még valamit, ugye? Van még? Aha, igen. Van még valami. A gyártócégtől persze. A gyártócégtől is. Aranyos ajándékcsomagot, azt mindenki megkapja. És az a nyomtató. Abból már Jani 3-at hazavinne szívesen. Szeretné. Ez a wifi-s, ugye? Így van, a wifi-s, amiről úgy is nyomtathatsz fotókat, hogy gyakorlatilag a telefonodon keresztül, úgyhogy a wifi-s kapcsolatot felhasználva rögtön közvetlenül, nem kell kábelezni, nem kell vele semmit vacakolni, egyszerűen csak a telefonodra ráküldöd a készülékre, nem árt, ha a készülékbe kapcsolva, ugye? És akkor ki tudod nyomtatni tökéletesen ilyen minőségben.
Ráadásul ugye festék takarékos, úgyhogy ez már gyerekek. Ezt neked találták ki. Ez már, ahogy mondani szoktad, Amerika. Ez Amerika. Már. 7:30 pontosan jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. Ez itt a Morning Show. 3:48 lesz, pontosan 2 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek. Van egy-két friss közlekedési hírünk. Hajdubiharban, polgáron szakad az eső, dörög az ég, és köd is van. Jó reggelt írja Timi. Komárom határátkelő rendőri ellenőrzés. Gyuri voltam, és trafi Abdán az egyes úton. Miskolc és Tiszaújváros környékén olyan köd van, hogy neki lehet támasztani a bringát. Bambi a szállító, Ózdon szintén esik az eső, és az M3-as 102-es kilométerénél Budapest felé kamion az árokban, leállósáv lezárva, a rendőrség pedig már helyszínel. Ezt Gergő küldte nekünk, köszönjük szépen. Mi a helyzet a városban a karácsonnyal, alakul? Én még nagyon, mondjuk nem is voltam sehol ilyen bevásárlóközpontban, hogy ez most elkezdődött, de azt figyeltem a Lehel piacon semmit. Semmi? Nincsenek hagyja. Még girlandok, meg kellemes ünnepeket? Mondjuk, még... Nem is szokott. Ott az nem jelentő. Van, zöldség, meg hús, ilyeneket árulnak, úgyhogy nem tudom, hogy mondjuk nagy bevásárlóban már van-e. Szerintem igen. Biztos vagyok benne. Van már egy-két dolgot, már lehet kapni, igen. Tényleg? Igen, de csak apróságokat. Még nincsen ez az iszonyatos nagy eldurvulás, bedurranás. Mert egyébként várom. Mert nem, az elég a szívedet volt. Elfogta valami melegség? De most ez nem miért fogta volna? Hogy? Azért kérdezem, hogy mitől fogta volna? Ne, olyan sűrű volt az egész év, és jó lesz. Azért karácsonykor mindenki lenyugszik egy picit, hát ha már aki nem maga faragja be a fát, ugye a talba vagy. Hát 24-e után nyugszol, az még az első nap az elég gázos. Amikor elmentek az utolsó vendégek is, és a gyerek is lefekült. Nem, azért én nagyon-nagyon szeretem a karácsonyt, és jó lesz egy picit majd úgy, tényleg úgy együtt lenni, úgy hármasban, és akkor csak arra koncentrálni, hogy a gyerek örül az ajándékoknak, vagy sem. Na, gyerekfronton viszont már van. Mámány nyomasztás van? Tényleg? És akkor apa, még azt szeretném mondani, mondom, ha karácsony kezded el, akkor ne is folytasd. Ugyanis mutatnám a listádat, életke, lerajzolva és leírva, plusz különböző reklámújságokból kivágva fölragasztva. Tehát három listánk van, az egyik rendes írományos, hogy mit tudom én, milyen Monster High, nem tudom mi az, és azt sem tudom, hogy a gyerek honnan szedi, mert ugye nálunk nem mennek ezek. Monster High? Monster High. Ez nem tudom. Nem tudom. Igen, ne vegyetek neki, nekünk van még. A csomagolást is elraktam. Hát, hogy adjuk neki három, hogy te hadd ami a virágnak nincs. Jó. Mi az a Monster High? Ilyen kis szörnyi figurák. Az, igen, bábuk, igen, és imádják a gyerek. És azt is vannak mindenféle ilyen karakterek, és odáig vannak tőle meg vissza. Én tavaly karácsonykor vettem olyat a virágnak, és marha nehezen kaptam. Az utolsó pillanatban mentem utána, és én tökre örültem neki, hogy sikerült belőle felcsippentenem egy utolsó darabot, de azért mondom, hogy megvan az eredeti csomagolás. Jó, virágnak már nem kell. Jó, igen, de ezt már nem is lehet nagyon kapni, úgyhogy nem annyiért adunk, picit drágább. Gondoltam, hogy ez egy exkluzív darab. Tehát van három lista. Elsőre apának föl kell írni Monster High, a másodiknál Panyesz lerajzolja, hogy Monster High, a harmadiknál a netről meg kell szerezzük a képét. Érted? Három ilyen papír. Na most ez van 15 ilyen tétellel, ez az első benne. És jön az újabb. És mondom, cica, szerinted tehát, hogy egyrészt megérdemled, kezdjük így, hogy van-e erre neked jogalapot, hogy a 16-at kérde Jézuskától, amire mi a válasz? Apa, hát emlékszel, a múlt héten is egyszer jó voltam. Mondom, ennyi? Az egy kicsit kevés. De ez jó, mert ilyenkor már októberben lehet zsarolni a gyereket a karácsonyra. Abszolút. Tehát a szülő kap egy olyan lehetőséget a kezébe, ami nincs meg, ha csak nem közeleg valami születésnap, vagy mit tudom én, bármi. Tehát az utolsó két hónap az már arról szól, hogy rendben, de akkor nincs, nem? Akkor nincs egy jó dolog. Tök jó, végre valami jó kis zsarulási alap. Tehát októberben ez megjön. Ha nem fekszel le, ha nem eszed meg, ha nem csinálod, ugye? Akkor ugrik a karácsonyi ajándék. Tehát ez egy jó lehetőség. Az, hogy mit csináljon a gyerek, vagy mit ne csináljon meg. Ha tiltás van, akkor megcsináljon? Akkor meg, persze. Tehát ha mondod neki, nincsen Monster High, akkor a Jézuska nem hozza? Könnyebben indulunk el pakolni a szobába a rendet. De egyébként azt tudod, hogy azon ráteszed arra sínre, amin az én lányom is van, tehát előbb-utóbb eljutnak majd a fantasyken keresztül a Romero klasszikusokig, tehát hogy valószínűleg az élő holtak éjszakája is előbb-utóbb becsúszik, mert ezek szörnyfigurák, tehát hogy van köztük persze, van köztük vámpír, van köztük vérfarkas, van köztük zombi, tehát hogy... De vidám! Levágom de a helyesek, tetejét! Egyébként cukik meg, helyesek meg, jók vannak kitalálva, aha. De Feri.
Isten hozott a klubba. Nem akarok, én gyűlölöm ezeket a filmeket. Én nem merek megnézni egy ilyet. A gyereket viszont szeretett. Az igaz. Hát nézd meg Puffancs bácsit, ahogy figyelik. Az jó, az szíve. Puffancs bácsit ma megkeresem. Puffancs bácsi. Ne, de keresd meg tök helyes. Előbb-utóbb a lányodból Grufti lesz. Grufti? Cure-t fog hallgatni. Na, játszunk akkor egy jó kis ajándékért. Már is itt van a játékosunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatuin hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Szép jó reggelt! Hello, Gábor! Sziasztok, jó reggelt! Hello, honnan hívsz minket, Gábor? Budapesten vagyok, épp autókázok. Autókázol. Suliba? Nem, szerelemet vittem munkahelyre. A szerelemet. Oh, de szépen mondtad. Szépen. Mióta vagytok együtt? Negyedik. És még így hívod? Így. Hát az már megszokták. Még 92 éves koromban is így fogom hívni. Aj, a pedálgép. Még hallgat minket? Most szaladt be a munkahelyre, és hallgasson. De még visszadobott egy csókot, ugye? De szép. De magától érthetődik. Ó, de jó. Négy év vagytok. Együtt mivel foglalkozik a párod? Könyveléssel. Könyveléssel. Kiszállt a kocsiból, berohant, még dobott egy csókot, visszanézett rá. Berohant, igen. Berohant. És te mit csinálsz? Szintén kereskedelemmel foglalkozom. De árulsz valamit, vagy kereskedelem? Igen, kereskedelem, adok veszek, igen. Egy újabb titok, nem? Igen. Hogy mondhatjuk, mi? Mondhatjuk, igen. Hogy mit adsz, veszel? Hát mindent, veszem. Amit olcsón tudok venni és drágán eladni, azzal mindent. Tehát ügyeskedsz. Így. A mai világnak az üzleti stílusát próbálom folytatni. De mivel lehet? Mondj már valamit, ami jó. Mivel éri meg ma fogad, amit valahol olcsóban megszerzi és drágában eladod? Ez általában inkább a külföldi árucikkekről van szó. Magyarországon még nincs forgalomba, vagy Magyarországon forgalomba, és külföldön nincs forgalomba. Általában ilyeneket próbálok jön a piacra. Tehát külföldön nagyobb tétel bejön, olcsóbban, és itt meg drágában elad? Erről én, van szó? Így hasonló, igen. Tehát én nem mint befektető veszek részt ebben az üzleti körben, hanem inkább mint üzleti plennek a felderítője. Tehát én inkább próbálok ötleteket kitalálni, és akkor azokat továbbadni, és keresni rájuk befektetőt. Tehát egészen váratlanul, hogy nem oda keveredsz egy konténer mellé, amiben van nagyon sok minden, amit aztán el lehet adni másnak sokkal drágában, mint amennyiért az a konténer bejött? Meg a... Hát ha most konkrétan arra gondolod, hogy kukást vagyok-e, nem? Nem, erre gondoltam, megérkezik egy konkrét laptop, mit tudom én, darabja, vagy egy ilyen iPad-szerűen kis kézi számítógép. Nem, tehát az igazság, hogy nem ilyen alkalmi munkákkal próbálom, tehát próbálok egy folyamatos folyamatos felállítani, amivel ahhoz idők alatt is tudok egy kis pénzt csinálni. És ez egy tehát nem egyszeri alkalomról van szó, próbálok nem egyszeri alkalmat. Ez egy folyamatos veszőfutás nyilván a konkurenciával, illetve a VPOP-ban. Igen, meg mindennel, igen. Az összes szervel, igen. Résen kell lenni, ilyen a mai világban muszáj egy kicsit ügyeskedni. Na jó, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj! Figyelek! Eszedeket horror. Szörnyek vannak ott a Tatooine-on, nem? Valami Óven bácsi kivándorolt valahova. Elhagyta a biztos körzetet. Pedig mondta neki Beru néni, hogy ne használja a kerti budit sötétetés után. Este bizalosti a buckalakoknál volt valami. Valahol Óven bácsi elindult, igen. Figyelj, mutatjuk, mit énekelnek közben. Nem nehéz. Fél tapsú. Egy jó kis AD stúdió. Csodálatos. Lehet, hogy könnyebb lett volna, hogyha tudom, hogy magyar számról van szó. Hát de hát ugye igen, ez a játék lényege.
Jó, a bögrét kivettük, de a többi megvan. Jó, Gábor? Csodálatos, uraim, további szép napot kívánok nektek. Jó munkát, bármit is csinálsz. Köszi. Köszönöm. Ciao, hello, hello. De jó is ez. Álmaiban Amerika visszainteget, álmaiban Amerika költségvetési plafont emel. Erősödik a dollár. Ugye? Jó dolgok ezek. 7 perc van pontosan, 8 óra várunk közlekedési híreket. SMS számunk 06 70 645 000. Jövünk a hírek után. 8 óra, 8 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Hello Jani, hello Feri. Hello. Jó reggelt, mit rögsz? Találtam egy nagyon jó kis gifet, egy ilyen kis animációs képet veled. Jaj, az, ez egy tjén sebes. Jó, egy száguldó tjébetűn ott ül Balázs. Rezignált arccal összefont Balázs. Igen, egy száguldunk, jó Isten. 37-es út Sátoraja Újhely Miskolc között sűrű köd van, ráadásul esik az eső, mindenki figyeljen, és Kerekegyháza után a Kecskeméti úton felborult egy autó, az árokban van már, ott is mindenki menjen óvatosan. Új a weblapunk, morningshow.hu, ha valaki szeretné megnézni, rá kattintani, oda menni, archívot visszahallgatni, élőadást hallgatni, vagy csak egyszerűen megnézni, tegye meg. Szerintem jó lett, nem? Jó, bizony, jó. Kinézetre legalábbis. A kezelőfelületeket én még így nem nagyon tudtam megnézni, mert nem volt időm, de jó. Szeretik, rengetegen vannak fönt, ott a fórum, ott a chat, lassan, vagy ha nincs, akkor az is ott lesz természetesen, azok, akik fórumoztak, visszakapják azt a lehetőséget, és archív anyagokat lehet visszahallgatni, élőadást lehet hallgatni. Tehát szép az új honlapunk, morningshow.hu. Így nézzétek meg nyugodtan. Ha most még nem tudtok esetleg fórumozni, akkor gyűjtsétek az élményeket, hogy aztán később meg tudjátok osztani, és minél több kellemes élményt tudjátok megosztani majd egymással. Van, aki kellemes élményt oszt meg a másikkal? Persze. Igen? Igen. Hogy végre sikerült belépni az oldal. Egyébként tényleg tök más, mert a zenei hírek vannak, nyereményjáték van, apró dolgokat lehet nyerni, a humorsarokra szerződtettük Magsa Zolit. Na, hát van humor, humorsarok? Humorsarok. De miért oda? Miért nem jön hozzánk kreatívan? Úgy érzed, ránk férne? Hát érted. Azért ő egy igazi veterán. És szeretem egyébként. Nézd, a műsorunknak voltak olyan részei, amik hasonlítottak a szeszélyeshez. Így van. Így van. És azt, hogy én szeretem Nincsenek Magsa erre Zoltán. Még felkészülve az emberek. Na, mondjad. Magsa Zoltán, legyen Magsa híradó hétvégén. Így van. Bejött régen is, bejött szerintem most is. Mert korábban annyian olvastak már róla, annyian látták már filmekbe, olvasták Verne könyvek, stb., hogy valaki feltalált az időutazást, hogy... Szavazni lehet különböző témákban, tényleg apró dolgokat lehet nyerni, úgyhogy na érdemes, tényleg nem akarom nagyon promózni, de szerintem jó, morningshow.hu. Nem akarom nagyon promózni, hát a saját oldalunk. Jó, csak tudod, ha valamit nagyon túl hype-olsz, ami a miénk, akkor... Ne utalgass, most már minden áthallásos. Ha valamiről túl sokat beszélsz, aztán máshogy sül el, az nem annyi. Nem annyira jó. Nem is arról akarunk beszélni, aztán meg mégis. Tényleg, már nem tudok úgy beszélni, ne legyen áthallásos, nem? Játjuk csak itt a címlapot. Egyet csak az almát. Jó, humorizáltok, és közben a Prügyidó mit csinál? Hm? Hol vannak ők most? Mit csinálnak ők most? Ugye erre nem tudtok válaszolni, csak kinevetni. Dehogy nem, 8-12 van, már az első órájukon vannak. Hát, bementek már szerinted? Biztos vagyok benne, hogy bementek. Na, kedves autótulajdonosok, és azok, akik friss jogsit szeretnének szerezni, vagy azért, mert eddig nem volt autó, vagy azért, mert most léptek abba a korba, vagy azért, mert párjuk rávette arra, hogy szerezzenek jogsit. Úgy néz ki, hogy lehet, hogy tilos lesz éjjel autót vezetni Magyarországon azoknak, akik most szeretnének jogosítványt szerezni. Ugyanis egyszerűsödik, ugyanakkor szigorodik is a rendszer, ami szerint ugye jogosítvány tulajdonos lehet valaki. Például, ha te a KRESZ vizsgát követő 2 éven belül nem szerzel jogosítványt, akkor akár 110-140 ezer forintot is bukhatsz. Ugyanis 2 évig érvényes csak a KRESZ vizsgád, ha lejár az idő, újra kell végezni az elméleti tanfolyamot. Ez és egyébként jó. Ezt már online is meg lehet csinálni. Ez nagyon helyes. Igen. Aztán lehet, hogy ami Angliában például jól működik, az az, hogy akik frissen szereznek jogosítványt, azok nem mehetnek este 10 után az utcára a jogosítványukkal. Király. Mert hogy gyakorolniuk kell. 2 év ott a próbaidő, és azon gondolkodnak, de hangsúlyozom, hogy csak gondolkodnak, hogy Magyarországra is átemelnek valami hasonlót, tehát akinek friss jogsia van, az lehet, hogy 2 évig nem vezethet majd este 10 óra után.
Nagyon jó döntés. Nagyon jó, ez ugyanaz, mint a motoros jogcsinál, hogy ott is egy darabig egyedül mehetsz. Csak nem vihetsz utast, mikor rutint szereztél, akkor már mehetsz egy másodikkal egyetemben. Laikusként, hadd kérdezem meg tőletek, hogy szerintetek mi a veszélyesebb, mondjuk egy, vagy mi a neccesebb és szélsőségesebb vezetési szituáció egy kezdő sofőr számára? Az, hogyha napközben a csúcsforgalomban van bent nappal a városban, vagy este, a sötétben, amikor azért ritkásabb a forgalom, és kevesebb az autó. Én nagyon nem értek egyet veled, már hogy Ferivel, aha, és akkor ezzel válaszolok is a kérdésedre. Tehát veled van. Tehát veled vagyok. De én nem akarok elárulni. Én nem voltam egyik oldalon se, csak kérdezte, hogy a kettő között. Szerintem ez, hogy most ők este 10 után nem vezethetnek, hát ez nem old meg semmit. Szerintem több veszély is van benne. Egyrészt, ugye de mi, hogy vakok? Nem az, hogy vakok, hanem hogy sötét van. Így van, tudom, hogy van reflektor az autón, tehát értelek. Hát nem mindig jó használni, sőt, városba kifejezetten nem vagy vele kisegítve, mert aki szembe jön, az konkrétan neked megy, mert nem lát. Vagy van rajta lámpa, akkor így mondom, tehát van rajta világítás, de hogy egész más az esti vezetésnek a pszichológiája, egész más veszélyforrás van benne, amire még nem vagy felkészülve. Tehát az egy rutintalan vezetőnek a napközben a jólátási viszonyok között is van még mivel küzdenie. Én tökre támogatom a kettőt, 10 után nem ülhetsz bele, mit húztál ki? A kezdő jogsis diszkó baleseteseket péntekről és szombatról. Na, ez jó. Érted? Amikor elmegy vagányul apu a utójával, az egyhetes jogsival, majd én megmutatom, hogy a ötös bömös az majd hogy fog hazamenni a diziből, nem fogod megmutatni, majd megmutatod, ha már van egy kis rutinod, és akkor esetleg az agyadban is benne van az, hogy már nem úgy kéne vezetni. Most ez már ilyen öreg tatteres mondat lesz, bezzeg az én időmben. Jézusom, Feri, ennyire még nem vagy öreg. De egyébként igen, az én apám, az mi első, az én jogosítvány megszerzésem követő 2 évben, pont ez is ez a 2 éves időszak volt, úgy vezethettem, hogy az öreg ott ült mellettem. Nem szól se, ő nem nyúlt bele a kormányba, meg nem kezdett el dumálni, hanem csak segített, mondta, hogy mi a helyzet. Érted? És szerintem tök jó volt. Mert hogy ráadásul a mai világban meg pontosan az a divat, hogy megvan a jogsi, akkor aztán lehet már minden. A francokat lehet, nem tudsz 50 óra alatt megtanulni vezetni. Uh-huh. Nem, nincs rutinod, nincs hozzá semmi. Na jó, de ha nem tudsz megtanulni, akkor nappal se tudtál megtanulni, tehát akkor ha téged nem tanítanak meg, mert 50 óra nem elég, akkor az miért azt jelenti, hogy ugye nem tanítunk meg, és téged elengedünk a forgalomba, tehát akkor legyen egy próbajogsi 1 évig, vezessen X órát, nem, és utána kapja meg az igazi jogsiját, mondjuk. Hát de most gyakorlatilag ez nem? Lesz, csak nem iktatnak bele még egy papírt, hogy próbajogsid legyen. Te megkapod a jogosítványodat, de tisztelettel megkérnek, hogy este 10 után te ne vezess, mert akkor a rendőr megállít, megnézi a jogsidat, és abban benne van, hogy te ezt most szerezted 1 év, akkor meg fog csúnyán büntetni. Szerintem korrekt. Most az van, azt hiszem, hogy van, emelték a kötelező gyakorlati óraszámot, tehát mint a 30 órát kell vezetned, és majd a jövőben egy bizonyos kilométer mennyiséget is le kell vezetned. Tehát azért most te levezetsz 500 vagy 600 kilométert, azon nem segít, hogy akkor éjszaka ne vezessél, nappal vezessél. Én nem tudom, érdemes lenne megnézni a statisztikákat egyébként, hogy hány fiatal okoz valójában friss jogosítványa a balesetet, mert ami szerintem sokkal veszélyesebb az autós társadalomra, és sokkal nagyobb probléma az, hogy olyan emberek ülnek volán mögé egy bizonyos kor fölött, akik még nem tudnak már vezetni. És ha valamit akarnak szigorítani, akkor inkább ezt szigorítsák, mert szerintem egyébként, ha megnézed, hogy hány idős, süket, rossz reflexű, félig vak ember vezethet még mindig, mert nem elég szigorú az, ahogy ő neki meghosszabbítják az ővizsgáját, akkor az szerintem sokkal több kárt okoz, legalábbis Magyarországon, mint azok a fiatalok, akik nyilván okoznak diszkóbalesetet, de éberek, figyelmesebbek, tudnak még vezetni, jók a reflexek. Tehát, hogy Én sokkal jobban kampányolnék az idős szigorítás mellett, mint hogy a fiatalok ne vezethessenek este. Jó, vagy akkor vezethessenek úgy, hogy ül mellettük, mit tudom én, valaki. Egy nagyon idős bácsi. De egy nagyon idős bácsi, aki valahogy átkocogott az EU-vizsgáján, egyébként már nem hall, nem lát, rossz a vérnyomása, 100 kilométeren 80-at egyébként végig szundikál. Tudok mesélni. Neked így törték róla az autódat, jó, felkavarodik autópályával szemben, nem tudja, hogy mi van. Azokat szigorítsák. Nézzük meg a statisztikákat, nem tudom, hogy mi. Igen, lehet, hogy a statisztikák mondjuk lehet pont az ellenkezőjét mondanak, azt mondanak, hogy a friss jogsisok sokkal több balesetet okoznak, mint ezek az idősebbek. Én szerintem idősebbekben mi sokkal rosszabbul állunk, mint a friss jogsisok. De ennek utána jön még egy laikus kérdés, hogy persze, hogy akkor nem zaklatnának.
hogy ha a rutintal a vezető hol szerzi meg, meg mikor szerzi meg azt az éjszakai rutint? Tehát, hogy azt, hogy az éjszakai forgalom az éjszakai vezetés közben. Kettő csak vezetés. Után, de hogy addigra már egy jó alapot letett. Mert én úgy tudom egyébként, hogy Angliában... Tehát, hogyha nem vezethet 10 után, akkor hogy szerzi meg azt a rutint, ami a 10 utáni vezetéshez szükséges? 2 évet napközben vezetett, érted? Tehát, hogy azokkal az alapvetésekkel, amik a hosszú éves gyakorlat alatt már benne vannak a kezedbe, tehát nem kell lenézned a sebváltóra, hogy hol az egyes, azekkel már nem kell macerálni, érted? Ezzel a rutinnal fogsz belemenni az éjszakába. Ha én jól tudom, akkor Angliában egyébként ez bejött. Tehát az, ahogy nem lehet csökkent, igen, de csökkent ott ugye az angol statisztikák szerint az angol fiatalok nagyon sok balesetet okoznak. De kérdés, hogy ugyanaz a morál, ugyanaz a mentalitás igaz-e országunkban? Ja, hogy a Magyarországon. Igen, tehát hogy azért, mert ez Angliában működik, és az angliai statisztikák alapján ott sok a diszkóbaleset a frissoknál, ez egyáltalán nem biztos, hogy egyébként ez Magyarországon is egészen biztos, hogy így van. Plusz, ha az éjszakai vezetéstől tiltjuk őket, akkor miért nem tanítjuk meg őket éjszaka vezetni? Akkor miért nincs az, hogy az 580 kilométerből, vagy a 30 órából minimum kötelező mondjuk 10 órát vezetni? Vagy 40 óra legyen a kötelező, vagy 50 óra legyen a kötelező, és annak minimum a fele mondjuk sötétben igen, kell, ezt kérdezni, hogy vezetés legyen. Hogy az oktató számára megvan-e szabva az, hogy mondjuk a kötelezőből hány százalékot vezetnek le éjszaka, vagy tehát hogy gyakorlatilag csak az óraszám van megszabva, az, hogy ezt milyen körülmények között, illetve hogy milyen napszakban, hát milyen forgalmi körülmények között, ez nincs megszabva. Nincs, ha te az esti vezetés nincs benne kötelező. Ha te télen vizsgázol, egy kicsit most magam ellen fogok menni, tehát hátba szúrom saját magam, ha te télen vizsgázol úgy, hogy te egyébként mondjuk dolgozol, akkor minden egyes vezetésed munka után vaksötét éjszakában történik. Mondjuk a 30-50 óra. Mert én 4-ig dolgozom, és azt mondom az oktatónak, és mondjuk decemberben és januárban töltöm az időmet, akkor 6-kor fogunk találkozni. Te egy jó esti vezető leszel, téged nem kéne nappal forgalomba engedni, mert megijedsz a fénytől. 10 előtte ne ülhessél valami. Igen, te csak 10 és 6 között vezethessél, mert te fényérzékeny vagy, és megijedsz a fénytől. Ja, jó. Szóval, nem tudom, hogy mindig átvenni azt, ami máshol működik, anélkül, hogy itt lennének statisztikák, az egy kérdés, de mindjárt fölhívunk valakit, és elmondja, hogy például Magyarországon mik a jellegzetes statisztikák. Sokkal jobban kellene szigorítani az időskori vezetést. Szent meggyőződésem. Az most, ebben tökre igazad van, de mondjuk ebben a tárgykörben ez nem érdekes, hogy az estiek, vagy az éjszaka, vagy mi az öregekkel mi van, az idősekkel bocsánat, mert most a fiatalokról beszélünk. Tehát ha Magyarországon is sok a fiatalok által okozott baleset, akkor lehet, hogy el kell ezen gondolkodni. Kérdezem én, mi bajod lesz neked, ha 16 évesen megszerzed a jogsit, és este 10 után csak 18 évesen vezet. Hát ég egyet a világon semmi. Persze, nem ezt mondom, meg elvileg, ha ez működik, és tényleg a diszkóbalesetek számát vezetni nem tudó fiatalok okozzák, akkor vagy több van belőle, akkor ez nincsen semmi baj. Csak nem biztos, hogy ez a jó. Angliában mikor zárnak a diszkók? 9-kor. Még haza tudj menni kocsival. Egyébként télen tényleg 5 órakor sötét van. Ja. Tehát 5-től 10-ig vezethet? Vagy csak bulizni nem mehet el, és azért nem vezethet Angliában? Mert 5-től 10-ig is sötét van. Abszolút. Tehát 5-től 10-ig mondjuk vezet majd Magyarországon az, aki egyébként még sötétben alkalmatlan, arra vezetők sötétben, majd 10-kor kiszállak a kocsiból, egyébként nem jár diszkóba, de 10-től 6-ig meg mondjuk nem vezethet? Tehát az hogy van? 5-kor is kiteszi magát veszélynek, ha nem tud sötétben vezetni. Igen. Nem? Igazad van. Valószínűleg ez az esti mókázásra való. Igen. Mondom, azt hiszem Angliában úgy van, hogy mehet, csak egy 30 év felettinek kell melletted ülni. Tehát, hogy egyedül nem mehetsz. Hogy legyen ott valaki, aki azért mondjuk már egy kicsit eszesebb, és rátszól, hogy gyorsan mész, vagy hülyeséget csinálsz, vagy esetleg átnyúl, vagy belenyúl. Vidd anyádat egyedül... is mulatni. Igen. Anya egyedül nem vezethet. Vigyél egy varjút, azok akár 100 évig is elélnek. És van jogsíjuk. Igen. Na, itt van a mi drága jó Péterünk, Németh Péter a CLB-től. Hello Péter, jó reggel! Hello, sziasztok, jó reggel! Hello. Na, hát ha bármilyen statisztikára van szükségünk, akkor már téged hívunk. Figyelj, Magyarországon mi a helyzet balesetek szempontjából? Kik okoznak inkább több balesetet? A fiatal, friss jogsisok, akik mondjuk hétvégén vezetnek éjszaka, vagy inkább az idősebbek törrik össze sokszor a saját autójukat, vagy más autókat? Hát azt kell mondani, hogy egyértelműen a fiatalok felé billen ez a negatív mérleg. Itt ilyen adatok alapján a 24 évig bezárólag a járművezetők kétszer olyan magas, ezeknek a járművezetők körében kétszer olyan magas a baleseti halálozási ráta is egyébként, mint a gyakorlott vezetők esetében, és még egy ilyen nagyon rossz adat ide, hogy olyan balesetben, mint a fiatal vezető életét veszti, az általában 1,3 további ember életet olt ki.
ez a fiatal, tehát azt jelenti, hogy minden negyedik ilyen fiatal által okozott balesetben más is meghal, ami azért így mondjuk a többi járművezetőre, idősebbekre egyáltalán nem igaz, és ez pontosan az esti, ezek klasszikusan diszkóban esett, de igazából most nem csak a diszkók vannak hajnalban hazafelé, hanem ugye a fiatalok most már, ahogy megvan az autó, egyre többen összeszedik a haverokat, és akkor mennek vele mindenhova, mikor iskola után, vagy inkább munka után, ugye este, és a legtöbb baleset nem is annyira az ittas vezetésből, bár arról is azért szép száma vannak adatokra, amikor a gyorshajtás, jármű uralma fölötti kontroll elvesztése, és ugye hát a többi utas akár halála is. Tehát ebben az önben mindenképpen ők a listavezető sorban. Tehát akkor te ezt mondjuk támogatnád, hogy például 10 és 5 között, mit tudom, egy jogsisok 2 évig ne ülhessenek autóba, vagy ne vezethessenek? Hát ezt így azért nem merném mondani, mert 10 és 5 óra között az mégiscsak inkább az éjutáni forgalomban. Nézegettem ilyen EU-s projekteket, hogy erre ilyen EU-s nagy projektek futnak, fél fiatal életeket megmenteni címmel. Alkoholérzékelő indikátlókról olvasgattam, illetve van egy olyan projekt is, ahol a fiataloknak akár fényképekkel is súlyos közúti balesetekről számolnak be, és a kutatások eredményei szerint ez elősegíti, hogy ilyenkor a fiatalok kicsit visszafogják magukat, de azt mondom, hogy nem én mondom, a statisztikák alapján egyértelműen a rutintalanabb vezetők okozzák a baleseteket, ezeket a nagyon halálos, meg nagyon például optimális baleseteket, úgyhogy én nem tudom, hogy azt mit lehet ezzel csinálni, az biztos, hogy az ő jogosítványszerzésüknek a legalább a gyakorlati óráknak a szigorítása, vagy pontos betartatása, az biztos, hogy nem lehet egy rossz lépés. Igen, de igazából az időintervallumot se érti az ember, mert honnan tudjuk azt, hogyha valaki friss jogsit szerez, azután egyből vezet. Hát igen. Tehát, hogy még szerzed a jogsit, és lehet, hogy 5 évig nem ülsz autóba, mert nincs autód. Azért nem minden 17 éves, 18 éves alá tesznek be egy autót. Eltelik a 2 év, és ugyanúgy 5 év után ő egyébként nulla tapasztalattal megy el éjszaka vezetni, nem? Tehát értem, hogy lehet szűkíteni, nyilván a szűkítés a cél, csak nem mindenki ül egyből autóba. Igen, nagyon sokan vannak, akiknek nagyon régóta van jogosítványunk, de hát tudjuk, hogy Balatonig sem mernek levezetni, de azért, ha mégis esik az eső, akkor azért egyfelé autóba ülnek esernyő helyett, és ők ugyanúgy okoznak balesetet a városban is, vagy amikor friss családosok lesznek, és akkor most már mernek vezetni, elviszik a családot, akkor ott is 3-4-en ülnek benne, úgyhogy biztos, hogy azért ez a dolog sokkal szertágazóbb, mint csak most a fiatalok a diszkóból hazafelé kocsival jöhetnek-e, vagy valakinek kell levezetni helyettük, ez így van. Uh-huh. És a másik oldalom, amiről beszéltünk, hogy az idősebbek, ott milyenek a statisztikai, mondjuk európai viszonylatban? Hát tulajdonképpen az idősek és a tanulóvezetők, ugye mindenki erre a két típusú vezetőkörre haragszik, ők viszont meglepően kevés balesetet okoznak, mert bár persze mind a tanulóvezető, mind az idősebb sokkal rosszabbul vezet, sokkal rosszabbak a reflexei még vagy már, de mégis sokkal óvatosabbak. Tehát a statisztikák azt támasztják alá, hogy még ha rosszabbul is vezetünk, de ugye defenzívek és odafigyelők is így izgulósabbak vagyunk menet közben, és két kezel markoljuk a kormányt, és az egyik láb az mindig a féken pihen, ugye, ami nagyon idegesítő, hogyha mögötte haladsz egy ilyen autósnak, de mégis ő neki van így a legnagyobb esélye arra, hogy baleset nélkül megúszza, vagy akár túléljen. A statisztikák azt mondhatják, hogy ezeknek a vezetőknek a körében sokkal-sokkal kevesebb arányosítva nyilván a baleset okozás. Mert hogy lassabbak? Hát, hogy lassabbak, jobban odafigyelnek, jobban izgulnak, védekeznek, óvatosabban mennek, inkább fél órán keresztül nem váltanak sávot, ami persze rosszul hat a közlekedési morálra, a környezetű autósokra, idegesebbek, de ők azért mégis sokkal inkább megúszszák ezt az egész közlekedési baleseti dolgot. Érdekes. Látod? A mai fiatalok? Bizony. Tönnek össze-vissza. Nem véletlen, hogy nincs olyan kifejezés a köztudatban, hogy táncházba lesen. Péter, nagyon-nagyon szépen köszönjük, jó munkát neked, köszi. Ciao, hello, német Péterrel beszéltünk a CLB-től, hello. Mi van azokkal, akik nem érnek haza 20 óráig? 20-15-kor megállítja a rendőr, este vezetni sokkal könnyebb, a kereszteződésben sokkal előbb észrevenni egy érkező autó, 15 annyi autó van kint ráadásul, írja egy hallgató. Én szemvizsgáló vagyok, ez egy másik SMS, megdöbbentő, hogy olyan emberek vezetnek, akik szemüveg nélkül 70% alatti a látásuk. Tőlem tudják meg, hogy rosszul látnak. Érdemes lenne vizsgálni, hogy a balesetek hány százalékánál vizsgálják a balesetet okozó ember látását. Egyébként írja egy hallgató. Én, ha valaha, ez egy fikció,
Ez ha teljes fikció, tudom, valaha, mit akarsz mondani. Ha valaha így megcsináltatnám a jogsit, vagy beiratkoznék egy tanfolyam, és megpróbálnám megszerezni, akkor előtte biztos, hogy megcsináltatnám a szememet. De botoxolnád, vagy mi? Nem, átfestetném, illetve hátulról kifordítanám előre, hogy ne a szemfenekemet bámulja. De mi, kihúznád a szempilládat, vagy hogy érted, hogy megcsináltatnád a szemedet? Egy szép szemfénnyel? Kihúzzál egy kis boxfaktor. Igen, hát mondhatni azért viszonylagos hiányosságokkal küzdesz a látás terén. Így van. Tehát, hogy 2 méterrel állok, arra én már keresel, hogy hol a Balázs. De nem jó a szemed, igen. Tényleg, teljesen. Tehát vaksi vagyok egyszerűen, annyira rövidlátó vagyok, hogy ez már rémisztő. Tehát, hogy ténylegesen itt ilyen 2-3 méteres látótávolságon belül már az apróbb kisebb szövegeket nem tudom egyszerűen elolvasni. De tényleg. De itt látom, hogy több vagynak. Hogy lenne sok baleset Angliában, a hülyék rossz oldalon? Ennek írja Mária. Igen. Értem, hogy este 10 után sötét van, de a téli időszakban már este 5-kor is sötét van, erről ugye beszéltünk. Ezzel mi a helyzet? Puszi Kriszta. Most tanulok vezetni, van éjszakai vezetés, igaza van Ferinek, Melész. Többen írták, hogy 2 órát kell éjszaka. Éjszaka vezetés. Valószínűleg nem is a sötétre vonatkozik ez ez csak az angolok ráfogták, ezek a kis vicces fiúk a sötétre, hogy a 10 utáni az tényleg ez a diszkó. Ez inkább a diszkós. És arra meg nem rossz. De hát egy csomó, Amerikában is van valami ilyesmi a jogsival, nem? Hogy ott is megszerzed, és akkor még egyedül nem mehetsz egy darabig. Felnőtt kell, hogy melletted üljön. Igen. Nem biztos, hogy olyan rossz ez. Ott is szankcionálják. Nem feltétlen rossz, persze, csak az ember elgondolkodik, hogy érdemes meghallgatni a statisztikákat, de ezúttal abszolút igaza lehet a kezdeményezésnek. 8:30 pontosan, 3-as ugrás játszunk a hírek elő, után lehet SMS-ben jelentkezni, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Ez itt a Morning Show. 3:49 lesz pontosan, 3 perc van, dörög az ég, Armageddon, vagy milyen idő van ki? Mi nem, ez? Dörög az ég. Armageddon is, csak dörög az ég. Mi történik itt? Mi ez a sötétség? Valami vihar közeleg állítólag. Pest felé esővel, dörgéssel, széllel. Hogy be is nézték a srácok megint, mert kisebbre számítottak. Mármint kisebb viharra? Igen. Kik számítottak? Hát gondolom a meteorológusok, itt valahol olvastam, hogy az volt, hogy nem lesz ekkora, és egy településen 14 ház tetejét vitte el. Igen, és ez őket nem vigasztalja, hogy bocsrácok, benéztük. Igen, de nagyon-nagyon szomorú ez az időjárás egyébként. Újpesten mérnek az Árpád úton, az Árpád kórház előtt, ezt Zoli küldte nekünk, ez a legfrissebb. És van egy trafing a 6-os úton Cserkútnál, a Szigetvár felől érkezőket mérik a 60-as táblánál ráadásul. Az én barátom annyira rövidlátó, hogy amikor megpuszíltam, felsikoltott, hogy ki az, írja egy hallgató. 90-es évek elején szereztem a jogsit, az oktató teljesítés nélkül kipipálta az éjszakai vezetés rovatot. Nem tudok olyat, aki ezt ténylegesen levezette volna. Ugye arról beszélgetünk itt a hírek előtt, hogy szigorítani akarják a jogosítvány megszerzését. Lehet, hogy aki frissen szerzett jogsival autóba ül, az nem teheti meg este 10 óra után. Ez Angliában bevált, és lehet, hogy itt is bevezetik. Az én éjszakai 2 óra vezetésem tanulságos volt, az oktatom nyáron reggel 9-kor megszólal. Ugye milyen sötét van? Mondom neki, szerintem nem, az oktatom azért éjszakai vezetést írok be. Jézus. És ezzel le lett tudva a dolog. Írja egy hallgató. Hát igen, azért ez is érdekes, hogy ki hogy szerezte meg a jogsiját, nem? Meg kinek itt mit kellett csinálni, vagy éppen mit nem csinálni? Hát a disznó beugrik a csomagtartóba magától. Feldolgozva. Volt ilyen? Nem. Libát tettetek? Nem, én rendesen csináltam meg, de ismerek olyan embert, akinél az volt, amikor rákérdeztek, hogy ez mi, mondta, hogy hát kiszökött otthonról, elindult, és ahogy fölugrott a csomagtartó felé, átváltozott füstölt kolbászát. Igen. Nagyon jó. Te lent úgy ki gyorsan csináltad a jogsidat? Nem, Orosházán. Orosházán? Orosházán, ott libamájat kellett adni. Ja, azért mondanak az, hogy nyilván ott nem a sertés volt az, ami kúres terméknek számított. Hát ott csak barofi félig. Na, meg pálinkát vittünk, persze. De, mint de azt meg is ittuk. Előtte. Na, azt Isten, hajrá, megy. Kóstoljuk meg, mester. Na. Jó-e az anyag? Elfogadja-e? Gratulálok. Ma először mész forgalomba, Feri. Na, csillió. ami marad, marad pedig ilyen fenékig. Egyébként, ha már bevezetik azt, hogy mit tudom én, meg kell nyomnod egy gombot, és az megnézi, hogy itt áll, ez egy jó dolog. Azt hiszem, a japánok kísérleteznek ezen, vagy kik, hogy megnézi a kormány, hogy van-e alkohol a véredben, és nem indul el az autó. Ugye, igen, most vannak ilyen kísérletek. Vagy lehelni kell, és akkor az autó kielemzi. Igen, már azt nem tudom, hogy honnan nem tudsz belefújni más lehelletét, de mindegy. Most nyilván, ha át akar, tehát ha át akarod verni, úgyis átvered, igen. De ilyen pszichológiai tesztet miért nem vezetnek be? Az is jó lenne. Tehát, hogy az is ugye nagy kérdés, hogy hány olyan mentális
állapotú ember kap jogsit, vagy szerez jogsit, aki aztán a napi stresszt, a napi nyomást, a napi idegeskedést nem tudja elviselni, és a forgalomban, a vezetésen, a többi vezetőn, a többi emberen éli ki. Ugye? Hát ezt például nem vizsgálják, hogy te alkalmas vagy-e arra, pszichésen, hogy te valójában vezessél. Hát ez egy érdekes dolog, mert ma lehet, hogy rendben vagy, jövő hétfőn elhagy a feleséged, és akkor viszont kicsit mérgesebb leszel, mint kéne. De igazad, hogy van egy átlagos felmérés, meg itt szeretnék idézni egy SMS-t, kivételesen én, hogy, itt, hogy mi az alapvető probléma. Amikor Péter beszélt, akkor írta meg, ez a kedves fiatal ember, Daninak hívják őt, aki ezt írta, hogy ezt az öljétek meg. Sofőr vagyok, már 2 éve, figyelj, mindössze 21 éves vagyok, hajtok is 1000-rel, balesetet is okoztam már 3-at, totál károsat, de jó sofőr vagyok, szakmám is az áruszállító. Most erre mit mondj? Tehát azt írja, 2 éve vezet, 3 balesete volt. Én, na ezért kell a napi Daninak teszt. Én nem akarok magyarázni erről. Ugye napi tesztet nem lehet bevezetni, például Dani is. Ha ő kitölt egy tesztet, aznap nem vezet. A nem? Biztos. Tehát ha ilyen témában, ilyen SMS-t ír, Dani ma már nem ülhet. Tehát mit tudom, hogy kapsz 3 kérdést, megnézi, hogy milyen állapotban vagy. Nem? Hát, vagy ha például mondjuk a vezetésben, mondjuk egy piros lámpán előfordul, hogy kiugrasz, kocsiból magaddal viszel egy izét, egy villáskulcsot, vagy egy baseballütőt, és betöröd a mögötted lévő autónak a fényszóróit azért, mert volt valami kis affératok egymással. Most teljesen mindegy az, hogy jogos vagy nem jogos, vagy hogy tényleg hülye volt a mögötted jövő, vagy sem. De ha így reagálsz egy ilyen szituációra, hát azért szerintem meg kéne nézni azt, hogy mennyire jó dolog az, hogyha ő így ilyen állapot, ilyen lelki állapotban, vagy annyira úgy, hogy hajlamos ezekre a dühkitörésekre, akkor vezethet-e. Szerintem nem. Hát ott is azért el kéne venni a jogsit. Hát ezt el is mesélem. De abszolút igazad van. Tegnap megyek hazafelé, rövid leszek. Milyen? Lehel úton megyek, felújítás, nagy kereszteződés, Hungária, vagy az ott Robert Károly, nem tudom. Piros a lámpa, előtte 20 méterre van egy zebra. Hát piros a lámpa, tehát úgyse tudunk átmenni, meg egyébként jött a gyalogos, én meg szoktam állni. Tudom, hülye gusztus ez, hogy átengeded, de mondom, ha már ott vagy, Feri. Megállok. Az ember jön mögöttem, és mint a barom elkezd dudálni. Mutatom neki, hogy látott piros lámpa, nem tudunk tovább menni, meg itt a gyalogos, mondom, nem ütném el. Ha nem a gyalogos miatt, kár a kocsiért. De picit félreállok, ha te akarod. De ha gondolod, akkor visszatolhatunk és újra játsszuk. És nyomja a dudát, mint a barom. És kiszállok, oda megyek, egyébként az általad. Kiszálltál? Aha. Tényleg? Mert most tegnap ilyen ideges voltam. Az általad kedvelt idősebb korosztály képviselője volt, egy fehér asztrával, innen is üdvözlöm. De úgy szálltak, hogy ezzel belenéztél a tükörbe, hogy kiül a nem, nem? Nem, de egyébként nem, mert nem akar, nem verekedni akartam, csak elmagyarázni, érted? Mert az értetlenséget nem értettem engem azzal, hogy nem érti, hogy mi történik. És akkor bekopogtam, fölhúzta az ablakot nagyon gyorsan, mert itt résnyére nyitva volt. Mondom, nem akarom bántani, jó napot kívánok, csak szeretném elmondani csak a situációt. Csak sporton elindultam, azért van nálam a lovas póló ütő. Igen, ez a vipera nem vipera. Igen, higgyel, ez nem egy vipera, amit itt lát a kezemben. És mondom neki, látja, piros a lámpa még mindig az, és tudom, hogy meddig az, mert minden nap erre járok, plusz jött a gyalogos. Ezért álltam csak meg, ne tessék dudálni, további jó utat kívánok. És amikor elindultál visszafelé, akkor mint a hátba lőtt. Igen. Nem az lett volna, hogy a sárga. De! Ha jó fejlőtted, de idősebb volt egyébként? Igen. Sapka, jó, kalap. De ugyanakkor van az a típusú vezető, aki úgy áll meg csak, hogy ő rendben legyen, és át tudja engedni a gyalogost, aki még 6 kilométerre van a zebrától, hogy satut nyom. És nem törődik azzal, hogy mögötte meg tudnak állni. Érted, mit mondott? Tehát van az a típus, aki csak azt nézi, hogy én most ezt a vezető, vagy ezt a gyalogost átengedem. A gyalogost még eszébe se jutott, hogy ő lelépjen a zebrára, mert még nincs ott. Meglátja a gyalogost, meglátja a zebrát, a kettő együtt még 4 kilométerre van, és nyom egy satut. Ismered azt, ja, a típust? Igen, ez ő megállt, ő átengedi. Mögötte meg 4-en törik össze magukat, mert nem volt indokolt a megállás. És az öreg nem is mondott, nem is szólt vissza semmit? Nem, hát az kicsit jogos volt az a két mondat, amit elmondtam. Meg hát nyilván meglátott. Tudod, azért nettó 100. Mik azért, hogy oda tornyos húz, igen. Igen, izom nincs alatta, de ezt neki nem kell tudni. Volna, ha kiszáll és lefúj. Mindig is utáltam, és mondd meg a Balázsnak, ő is egy gyöket. És egy 70-es bácsi arcon fúj 9001-el, azért ott betérdeltél volna. Semmi személyes, ezt Balázsnak meg Jarinak a vasárnapi. Igen, bocs Feri, te vagy itt, igazából őt nekik csinálnám. Mondd meg nekik, dögöljenek meg a vasárnapion. Ide rakom a falzsebet, add át nekik. Fújd le őket. Igen.
soha ne kapcsolom be többet a DVD-t, dögöljön meg a kicsi is, 60 mellette. És hogy ott fekszem az útesten, könyvbelávad szemed még belém rúg. De miért? Nem is én voltam. Igen, és még egy kicsit összerúgló. Ezt még azért, mert a Pákót meg Morgan Freemannek maszkírozták. Imádtam volna. És jössz be kékzöldre, mert hogy összevertek a műsorunk miatt. Ezt a csulát meg csak úgy megkapar a torra. Te most ne szálljál ki. Mert nem olyan a közhangulat, ne, hogy te kiszálljál. Nem, jó? Ezzel foglalkozom. Vigyázzál te most, mert nagyon megvereted magad. Igen. Na igen, hát érdekes. Érdekes dolgok ezek. Jó. Hármas ugrás, jó? Itt van már is a játékosunk, valakivel játszunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Halló, halló! Sziasztok! Hello, Helga! Hello! Helga, hello! Honnan hívsz minket? Szegedről. Szegedről? Mit csinálsz? Dolgozol? Otthon vagy? Itthon vagyok. Több cégekkel, úgyhogy dupla időt kérek, mert ikreim vannak. Ó, szép az! Ikrek. Két mell, két gyerek. A harmadik a dobiban, úgyhogy... Te jó Isten! És először jött egy fiú vagy egy lány? Először egy kislány, és utána még két kislány. És azt mondtad, hogy csináljunk neki egy kis tesót, hát a fiú lesz, erre kaptatok még két kislányt? Igen, tehát kettőig terveztük, ebből három lett. Aha, már jó az. Jó az. Oké, milyenek a kérdések, Jani? Nehezen. Ne. Ezt szeretem. Mostanában hogy... picit keményebb vagyok. Az első, nem baj. Az első az olyan egyiket, hogy tudnéli. Na, figyelj Helga, így szól az első kérdés dedikált egér alá tétlenül fogod. Melyik irodalmi mű záró mondata, hogy mondottam ember, küzdj és bízva bízzál? Ajaj. Az lesz. Ajaj. Igen, az lesz, amit csuktak. Mint a súgott volna a kicsi. Nagyon okosak ezek a gyerekek. Ilyen. Az ember tragédiája? Így van. Hát nézd meg. Milyen okos ez a két gyerek. Adj egy puszit a bébinek. Ki súgott? Ki van ott? A férjem. Ezt eddig elhallgattad? Nem is kérdeztük, hogy egyedül játszik-e, vagy csak ez a gyerekekkel. Ez is igaz. Menjünk tovább? Persze. Így szól a második kérdés dedikált egér alátét. Hány percig tart az állóképesség felmérésére szolgáló Cooper-teszt? Cooper? 12. Így van. Pontosan. Így van. 12 perc folyamatos futás. Igen. Jöhet a harmadik kérdés? Állj meg. Nem. Rengeteg bögrénk van, úgyhogy nem arra hajtunk, hogy játszunk. Már milyen rengeteg bögrétek van? Hát nem klasszikus, hogy... Ja. Aha. Így szól a harmadik kérdés dedikált bögréért. Milyen nemzetiségű énekesnő Avril Lavigne? Vagy Lavigne, vagy ki ő? Az. Lavigne. A kicsi, mintha mondana valamit. De kár érte, Pedig jól mondtam, nem? Igen, jó, csak jó, időn túl. Jó. Időn túl. Bummozzatok egyet, jó hát, ha? Jó. Mennek az ajándékcsomagok, tiki-taki, figyelj! Bum! Futj! Így ment. Nálam sajnos futj. Semmi. Nálam se érez, szemét szoftver. Hát sajnálom. Hát mi is. Nem, pedig jó volt, csak egy picivel előbb kellett volna mondanod. Igen. Mondjuk mi is letölthetnénk már az új verziót. Mert... A szoftverre? Úgy érzed, ráfér egy kis ami frissítés? Működik. Ami működik, igen, régen adott már. Köszönjük a játékot. Hát én is. Köszönjük szépen. Hello, Helga. Ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. Na, terméket tesztelünk a hírek után, ugye? Mert hogy megint kaptunk hallgatói javaslatokat, megszereztük, megvettük, bevásároltuk, Gyula megszerezte, nem tudom honnan van, de van. Méghozzá egy nagy klasszikus, ha lehet így mondani, mert szerintem ezt már mindenki látta, azt a kis festékszóró, kis ecsetet helyettesítő valamit, aminek a tartáját várra akasztod, fogod a kis szórópisztolyt, és elkezdesz vele, így van, festeni. Így van, ugye? Egy kis kompresszoros ilyen festőeszköz. Én nagyon szkeptikus vagyok a dologgal kapcsolatban, de nagyon szimpi egyébként a igen. dolog. Szeretek azt... így otthon festegetni, barkácsolgatni, és kicsit már megmondom őszintén, hogy unom a Teddy Hengert. Új Teddy Henger, nem menőzzél, nincs akkora lakásotok, hogy Teddy Henger. De van abból ekkora, 3 centis is van. Ja, kis. Nem volna belőle vicces. A kis matchbox-szerű. Unom már, hogy 6 percet mindig elvesz az életemben, amikor újra festem egy tisztító festéssel az egész kecó. Szóval ezt a kis várakasztható kis patronos, kis pisztolyos festék szórót teszteljük.
Úgyhogy ezzel jövünk a hírek után. 5 perc van pontosan, 9 óra. 4:10 lesz, pontosan 4 perc, szóval hello mindenkinek. Sziasztok! Hello, Jani! Hello, hello! Szia! No. Hello, Feri! Hello. Ferike! Ferike, Ferike, jó vagy, jó van. Na gyere, csücsedj le! Na csücsedj ide azon neve! Jaj, hopp, hopp! Gyerekek, ez az idő, komolyan mondom, megölöm magam. Nem kell, vagy nem az majd, idő vagy legalább 10 után. Föl tudsz úgy kelni ilyenkor, hogy jó kedő vagy dolgozni akarsz, nem. És örülsz az életednek? Nem, nem tudok így fel kell. Neked sütetne is. Ha, így tök van, minden. Te olyan vagy, mint Tom és Jerry, Tom, hogy feletted, most mindig egy felhő megy, igen, és minden a másról sütetem, te rád esik az eset. Egyébként tényleg. De nem vagy ilyen... Na most tökéletesen megfogalmaztad a ez vagy. Igen. Ez megy felettem egy felhő. Ez vagy, igen. De hogy most mindenki felett megy egy felhő, mert ilyen időben nem létezik, hogy valaki tud pozitívan gondolkodni, nem? Dehogy de. Igen? Az esernyőárusok. Jó, nekik ez most... nekik ez most nagy kasza. Ha van még ilyen... elő? Nincs egy esernyőárus. Dehogy nem. És a kalucsni gyárosok. Hol van? Hol van ilyen esernyőárus? Hol láttatok utoljára ilyet, hogy valaki ment 30 darab esernyőre, és azt mondta, hogy a piros az, hogy a kéket tessék? Nincs, nézd már, nincs, nincsen, nem? Nincsen. Ha ma esernyőt akarok venni, hova menjünk? Hiperbe? Aluljáró? Ide lemész, az aluljáróba lesz. Itt van, lehet. Itt lemész, most biztos, van. Hogy lesz egy ember karján esernyő. Illetve te menjél a Manager Shopba. Sokat járok oda, van ilyen, hogy Manager Shopba. Dugó az M0-áson Vecsisnél, az M3-as felé Daruznak, Zserárd küldte ezt nekünk, valamint Csornán a 84-es főúton a jól megszokott fehér Seatból, vagyis civil autóból mérik a sebességet. Üdv Zsolti! M7-esen a 46-os kilométer körül kiskutyát próbálnak menteni a rendőrök, lassítson mindenki, üzeni Kornél, és a Gyömrői úton kifelé a Sárkány Center után mérnek, motoros elfogók is vannak, üdv Csősz! Motoros elfogók. Olyan történetem van, hogy nem hiszitek el, éjszaka kivágták a kocsi alól a katalizátort. Na. Az vagány. Divat ez most, állítólag. Azt nem tudom, hogy mit csinálnak vele. Na mire Gyuli megcsörgeti, hogy olyan, akkor meghallgatjuk. Hogy vágják ki? Befekszenek alá, és kiszedik, miközben parkol az autó? De hogy oda viszi a teljes ezt a gázzal vágó szertet. Kivágja, vagy hogy? Te még nem vágtál ki katalizátort az autó alól? Ritkában, amikor fiatal voltam, autójeleket vittem el, de katalizátorokat nem nagyon vágtunk ki. De ez is érdekes, hogy lehet, hogy megrendelésre dolgoznak, vagy ilyesmi, valaki megrendel egyet, vagy ez olyan drága, egy bontó. Ha nem olcsó. A jókat több százezeres és tétel. Úgy ki tudják vágni, hogy utána adott esetben egy másik típusba fel tudja, illetve nem ugyanabban a típusban, nem. Csak egy másik autóban fel tudja használni? Én úgy hallottam, hogy abban van valami, ami drága pénzére lehet adni bizonyos helyeken, mert magát a katalizátort, tehát a szerkezetet, ami be van tokozva, azt ugye tönkre teszi azzal, hogy abból kivágja a belsejét. És akkor azt gondolom, vannak emberek, akik beveszik, átveszik. Ez olyan, mint a kábellopás. Ott se azért lopod a kábelt, hogy ugye elektromos áramot vezess vele, hanem szépen lecsupaszítod, és a belsejét drága pénzre. Bár egyébként, ha már kábellopás, ezt említettem is nektek így egy fél mondattal, de azért megmondom őszintén, hogy életem egyik meghatározó élménye volt, hogy megosztom veletek, láttam egyet a környékünkön, következő sarokházba úgy vitték át az áramot, hogy a vele szemben lévő üres telekről hosszabbítóval. Nem már. Figyelj, ott már volt villany náluk, meg már nem volt villany, és ezért rá. De tudott róla? Vagy lopták? De egyértelműen itt egy nyúlás lehetett, vagy a telek is az övék volt, tehát nem tudom, nem kértem ki a helyrezi számot a földhivatalba. Minden esetre úgy volt megoldva a dolog, hogy az úttesten át volt vezetve a kábel, és ilyen tégladarabokkal meg volt támaszgatva, hogy ha arra egy valaki esetleg egy autó átmegy rajta, vagy egy járókelő megrúgja, akkor se legyen nagy gond, ne menjen el már bent. És ez a klasszik... hosszabbítós? Tehát megfogta valahol, bedugtál, levezették, és hosszabbítóba szépen átvitték. Bementek, aztán rákötötték valahogy, gondolom, egy izével, egy ilyen mezei csavarhúzóval, ahogy ezt én elképzelem. Tehát, de legalább a narancssárga ilyen kültéri volt, ami esőtálló, vagy egy kéteres vezetéket este átfúztak. Este felé mozogtam el arra, és hát én azt láttam, hogy ez kicsit szikrázott. Nem hittem, de tényleg nem hittem el, hogy ilyen is van. Igen, platina van a katalizátorban. Platina. Igen, hogy platina van benne, 20-30 ezer forint, nagyon sok SMS, ezekhez annyira hülye vagyok, hogy én hiszek a hallgatóinak is beolvasom, hogy platina van benne, kb. 20-30 ezer forint, és hogy amiatt viszik el. Igen. Na most, hogy aztán ezt elmondtuk holnapra, hány katalizátor tűnik? Igen. Mindenki mentse a katalizátorát. A best of all-ot kivágom az autótól.
Hát ha megtalálod, akkor viheted. Na, terméket tesztelünk, jó? Nézzük meg. Ugye sokat beszélünk arról, hogy ezeket a termékeket jól letesztelni. 10-ből 8 elbukik, de most egy nagy klasszikust szeretnénk letesztelni. Sokszor látta mindenki a reklámját, úgyhogy megnézzük, működőképes-e. Ha elhiszed, hogy az vagy, amit megeszel, megiszol, megveszel, akkor ne érd be a cuki helyet a cikivel, a frankó helyet a gatyival. Teszt a lelke mindennek. Mi mindenről leszedjük a keresztvizet. Gyerekek, most már egyébként minden van a platinában, tehát a katalizátorban kerámia is van egyben, azt hiszem arany is van benne, platina van benne, gyerekek, a katalizátorban gyémánt van. Neki. A katalizátorból a platinát olvasztják ki orvosi célokra. Minden, ott már minden van. Arany, gyémánt, platina. Hát valamelyik van benne. Nem, a platina nem. Egyelőre esélyes, mert hogy azt írják a legtöbben. Én úgy tudom, hogy urán 238-as izotóp van benne. És meg vörös igany. Az is van benne. Na, teszteljük, jó, mondom a rendkedvéért, hogyha valaki bármi olyan reklámot, terméket lát, vagy egy ajánlatot egy bevásárlóközpontban, ami ígér valamit egy termékről. Nem kell megvenni, küldjetek el nekünk morningshow@classfm.hu a reklámot, a linket, az ígéretet, a termék nevét, hogy teszteljük le. Itt az elmúlt években már nagyon sok mindennek utána jártunk, pontosan ezért, ha valaki egy kicsit nyitott szemmel jár, vagy fölhúzza magát egy reklámon, és tudja, hogy valószínű bődületes nagy baromság az, amit az a termék ígér, hogy ez vagy az történik, ha megveszed, és nyilvánvaló lehúzásról lehet szó, akkor küldjetek el nekünk, jó? Lefotózva a terméknévvel bármit az e-mail címre, mi megvesszük. Általában most már ott vagyunk, hogy bekérjük ezeket a termékeket, de nem adják, mert tudják, hogy mit akarunk vele csinálni, fölhívunk különböző multikat, gyártókat, sok mindenkit, megkérdezik hova. Ugye Júlia áll a szerep, csak mondjuk, hogy hát Balázs Zsani felé morning show tesztelnénk, abban a pillanatban bontják a vonalat. Ami egyben ugye azt is jelenti, hogy nincsenek arról meggyőződve szentül, hogy azért az ő termékük olyan jó. Ezeket a festő szerkezeteket is már. Juli! Mit csinál a Juli? Miért van rajta füles? Mit csinál? Füles, mész le róla? Juli! Megvették, vagy meg odaadták? Odaadták? Igen. Nem mondod, de már volt olyan, amit nem akartak odaadni. Gyere már, mondd, mert ugye valamikor adnak, valamikor nem adnak. Ez mitől függ? Hogy ugyanaz a csapat van, amikor ad nekünk, valamikor nem. Valamiben hisznek, valamiben nem hisznek? Vagy ez hogy van? Ezt most odaadták? Ezt most odaadták, szerintem a múltkori sarokreszelőt nem hallották. Jaj, de jó! Ugye az a sarokreszelő, az nagyon csúnyán perecelt. Hát az egy akkora bullshit de volt. De a múltkor azért nem adtak, mert nem volt bent az a hölgy, aki nekem mindig küldeni szoktak. De egyébként mi? Szóval nagyon ritkán van olyan. Mert már azért, hogy küld neked valószínűleg. Ja, neked már ott van bent valami kis vonalad? Van, de van volt, egy ember, akivel mindig megbeszélem, hogy szeretnénk egy terméket, és ha valamit visszautasítanak, akkor általában azt azzal utasítják vissza, hogy ez most éppen nem top termék. Aha. És mi lenne, ha? Ha inkább akkor, ezt. Aha. Igen, és akkor ajánlanak, és akkor általában olyankor jó. Nem szoktunk tudni megegyezni. De nem hagyjuk magunkat irányítani. Ne. Tehát ha nem ad valamit oda, de mást ajánl, nem azt teszteljük, amit más, ugye? Helyes. Nincs deal. Olyankor nincs díj. Köszönjük, akkor be. Ugye ez volt a sarokcsiszolóval, és megvettük. Tehát az 10.000 forint volt, meg megvettük abból ugyanazt a kínait 3.000-ért. Tehát a hamisítvány hamisítványát. Ugye? De hogy az eredetit is Kínában gyártották. Mert hogy az eredeti is kínai volt a sarokcsiszoló, és annak megvettük a kínai eredetinek a kínai hamisítványát. Az egy nagyon, nagyon szép pillanata volt ennek a rovatnak. Na, hát ugye, ha valaki nem látta volna a reklámot, szerintem nincsen élő ember, mert ebbe már legalább egyszer mindenki belefutott. Ez ugye az a kis várra akasztható, tartályos, ilyen pisztolyszerű festékszóró, ami azt mondja, hogy nem kell tedihenger, vége az ecsetelésnek, vége a különböző unalmas festésnek, fogod, várakasztod, fölhigított, fújsz, fed szépen, és bizony. Megvagy. Ugye nagyjából ezek az ígéretek, amiket hallunk. Nem lesz szálkás, nem fognak beleragadni mindenféle ilyen szőrszálak meg ilyenek, és gyakorlatilag egy teljesen egységes, homogén felületet fogunk kapni, hogyha ezt használjuk. Igen, ebben egyébként inkább ráhagyatkoznék, mert te vagy le inkább ez a megszerelem, barkácsolom, fölújítom, lefestem. Te is, Feri, de nem, mi azért ketten... Én távolról tudom, ugye, hogy miért más dolgozik. Nagyon jó vagyok. Egy-két benne. Laikus kérdés. Ugye ezt azt mondja, vagy ez a termék azt állítja, hogy időt takarít meg a festéssel, meg hogy nincsenek cseppek, nem folyik szét a falon, stb. De hogy tökéletesen fed fát, falat, kerítést. Na most, ha én kültéren festek valamit, meg beltéren festek, tényleg, én ne bántsatok, nagyon laikus vagyok. Nem más az, amit te kívül festesz, meg amit belül festesz? Hát igen. Tehát nem más a festék higítása, hogy ugyanúgy hát, egy lazára higított, szórható festékkel te le tudod fújni a kültéri fát? Festéket használsz, ugye... Vannak nagyon drága vízbázusú festékek, amik jó kültére is, de oda azért nem célszerű annyira.
Hát az oda nem jó a vízbázisú. Van, inkább ott ilyen, mit tudom én, hígítós, ilyen észteres, meg hasonló. És ez nem tud hígítósat? Szerintem itt gyakorlatilag arról van szó, hogy ezt folyamatosan ugye ki kell mosogatni. Azért tudjuk nagyon jól, hogy azért babrább egy ilyen gépet kimosni, mondjuk hígítóval, mint vízzel. Aha. A vízbázisú szerintem alkalmasabb. Lehet, hogy alkalmas rá, tehát nem állítom, hogy nem alkalmas rá, de a vízbázisú az biztos, hogy sokkal jobban. Itt ugye az ígéret lényege tulajdonképpen az, hogy egy nagyon felhígított festéket, amit neked annyira fel kell hígítanod, hogy átmenjed ezen a szórópisztolyon. Igen. És tudd ezt fújni szintén vízpermetszerűen. Az fede eléggé, nem? Jól érzem? Hát igen. Tehát az oké, hogy befedi, de hogy tudsz-e annyit fedni azzal, mint amennyit tudsz te mondjuk egy vastagabban felvitt festékkel, ecsettel, teddy hengerrel, ami viszont egy sűrű massza. Ezt viszont vízszerűre, porosra kell higítani, nem? Tehát az egy dolog, hogy lefújjuk és jól fog kinézni, de fede annyira. Hát az iparban is használatos ez a dolog, ugye? Tehát ott is működik ez, az autókat is így festik. Na csak ott gondolom, nem egy ilyen tehát egy nagyobb teljesítményű más típusú szórófejjel. Meg az például nem vízbázisú. De szerintem egyébként attól függ nyilván a dolog, hogy hány réteget használ, az biztos, hogy sokkal egyenletesebb lehet, mint mondjuk egy ecsetes festés. Meg olyan menő, hogy csak ott állsz, és... Meg tisztább. Tehát, hogyha itt mondjuk szépen ki van maszkolva a festendő felület körül, a fal mondjuk, hogyha egy falat festesz vele, akkor szerintem ezzel nagyon szépen tisztán lehet festeni. De figyeljetek, ha esetleg nem működik a dolog, utána kimossuk, és majd mit tudom, látványelemnek használjuk. Majd én a megszólások közben folyamatosan fújom majd vele Balázs haját, mert sokkal szexi. Azt mondja, hogy villamossági előírások. Jó, készített tartalma, műszaki jellemzők. Oké, személybiztonság. Hát, egy rendeltetésszerű használat, ezek ilyen dögunalmasak, használati anyagok, értékek, a készülék használata. Jó, oké. Gyula bekeverte nekünk, ugye? Meg vagy, Jani, te vagy a legautentikusabb ebben. És azt is nézd meg, hogy tényleg jól fede, mert azt, hogy befedi a fát, vagy nem tudom mit fújunk, az egy dolog. De utána te ezzel fújnád de a szobádban a falat? Itt ez a kérdés. Megnézem én, hogyha lenne egy barkácsáról, aki esetleg engem felvenne, mint reklámarcot lehetnek én, Viktor a Piktor. Mondom, hogy az ilyeneket ne lőd el, hanem vasárnapra tartok. Tényleg. Figyelj, azt írja, hogy már így is egy csomó patront előttünk. Ilyen nagy ágyukat, ne lőj már most. Hát, Viktor a Piktor. Milyen vagy? Hát mit csinálunk vasárnap? Na, nézzünk egy próbát, jó? Egy teddy hengerrel. Van teddy hengerünk? Lehet lakkozni, és lehet mindenféle anyagot. Na jó, azért most még ne nyaljuk szét a terméket. Nem nyalom szét, csak korrekt akarok lenni, hogy ez nem csak vízbázisúhoz jó. Aha, ha nem? Hát minden, lakkozni, lakkot is használhatsz, oldószer alapú színes lakkot, festéket, olaj, fertőtlen, bármit. Ez mindent kipermetel. Mindent kifúj. Azt mondja. Na nézzük, János, tessék. Figyeljetek, itt van egy klasszikus teddy henger a kezemben. Mert mondom, azt mondja, hogy itt van egy teddy henger a kezében, igen, mert semmi nem hallatszi belőle, János. Igvi János vadon. Igen. Kezdje hengerezni szerintem. Mit csinálsz? A falat? Hát miért, mit gondoltál? Mit? Gyönyörű. Ja, hogy van fehér festékünk is utána. Jó, hát ez egy teljesen. Nem csinálsz róla egy videót? Látsz magáról a szúrás? Hát arról is lett, de ez is tartsd meg vasárnap. Kutyafáját megint egy poén, amit vasárnap kellett volna ellőni. Jó, okay. Jani, ne fesd le az egészet. A teddy hengerezés az neked jól megy, Jani. Tehát az látszik, hogy... Hát francot megy jó, nézd meg ott egy folt. Állj arrébb. Nézd meg, nem egy kettő. Jó, de nem folyik szépen fel. Tehát ez a klasszik teddy henger, ez erre születtél. Ott van a rutin, így van. Na, mi van? Igen, most mi jön? Most jön a gép. Viktor a Piktor? Te született gegmen. Na, Jani felvette a kis eszközt. Gyere közelebb, hogy meghallgassuk a hangját. Nyugodtan tartsd bele a mikrofonba. Aha. Nagyon szép! Egy kis sportszívó hang van. Egyébként az a durva, hogy neked áll ez a legjobban. Tehát, tök jól nézel ki. Haj, de menő! Igazi szakti, jaj, de menő! Jó. És kezd el fújni a falat akkor mellette. Oké. Okay. De utána majd mondd is, hogy mit kell nézni. Jó, egyelőre még semmit. Egyelőre semmit, majd semmi nem jön belőle. Besültél? Mi van? Beszáradt? Beszáradt a... Beszáradt. Gyerekek. Aha. Hát egyelőre semmi nem történik. Van benne festék, Gyuri. Egyelőre nem veszi fel a festéket, a kompresszor az megy, meg fújja is kifelé egyébként a levegőt, csak az kellene, hogy ugye a festék tartályból egy vékony csövön keresztül felszívja a festéket. Hallunk.
De nem hallottam? Most az a vicces benne, hogy ezt Gyula kipróbált a gyerekek. Gyerekek, óriási ez a cucc, óriási. Várjál, el kell induljon. Amerika. Mindjárt ez elindul Amerika. És jó lesz. Gyula, te Gyula fizeted a pert. Betérdelve próbálja menteni a helyzetet. Hihetetlen. Tehát ez négyet azonnal most a kerítésre. Nagyon jó. Nagyon szépen fest. Tudod miért? Mert ebbe fehér festék van is. Azt. Ja, hogy igen, a láthatatlan festék. János, ha egyébként váltottál néhány szót a Gyulával, és ezt közbeszélünk, mi történik? Mi nem megy? Gyula kipróbálta már korábban állítólag ezt a szerkezetet, és akkor volt. Hova viszed? Hello. Hey, 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 hey. Nem előbb elfelejtetted el most. Vegyem a számba és köpjem a falra a festéket! Na de ennyitől bedugul. Ez körülbelül, mondjuk el a korrekt csökerül, hogy Gyula fél órával ezelőtt bekevert. Tehát fél óra bekeverés nem állhatatlan. Sok azért. Tehát, hogy igen? Bekevered, rárakod, fújsz. Tehát, hogy ez azért mégiscsak egy olyan festék, ami előbb-utóbb elkezd száradni. Na most, hogyha folyamatosan nem áramlik a csőben a festék, akkor nyilván bele fog száradni. És azért itt egy megfelelő higítási aránynak meg kell lenni ahhoz, hogy azon a kis, szerintem valamilyen szűrő betéten, ami ezt a fajta ilyen porozusság elősegíti, azon átmenjen, az egy megfelelő viszkozításnak meg kell lennie. És hogyha az ott beszárad, akkor viszont látás. Akkor nem lesz szép a stúdió. Akkor ennyi. Csácsumi projekt. Akkor ennyi volt. Most már megvárjuk. Igen, Gyula hova ment, tudjuk? Pánikromot kapott és kiment, vagy mossa? Mossa. Igen? Mossa. Így van. Jó, a Teddy Hengeres munkád, a véres lepedőt a patakba. Az gyönyörű. Tehát, amit csinált, az gyönyörű. Gyula kimosta a szórófejet. Figyelj, ha működik, megadjuk. De mikor derül ki, hogy nem működik? Tehát fölviszi Gyula a falra. Mi a például lefújtam. Igen, az már nagyon klasszikus, kompatibilis. Tehát fölviszed a falra. Mennyi idő alatt folyik meg, amiből az derül ki, hogy ez a dolog nem működik? Azt tehát azonnal látod. Azonnal látod? Jó. Aha. Ott állj, de szép! Jó. Jani akarja csinálni, tudod? Nézd meg, milyen kis hát fölveszi a hátára. Viktor a Piktor Reloaded! Viktor a Piktor Reloaded! Ne csináld, mert léci! Ne! Legalább két patronod maradjon még vasárnap. Na! Igen? János fújja! Hát! Annyira nem értek ezt, hogy nem tudom, mit kell nézni, hogy mikor jó. Figyelj, az már egyértelműen látszik, hogy a Teddy Henger sokkal vastagabban vitte föl a falra. Tehát, hogy ez vékonyabban viszi fel, mert hogy sokkal... Hát ez nem fog elfolyni, az biztos. Tehát, ami esetleg, mondjuk így hagyományos festésé előfordulhat... Halljuk, mester! Halljuk! Mester! Nem kell ki... Mondjad! De hajolj oda! Ami egyébként hagyományos festésnél előfordulhat, hogy megfolyik a festék, mert túl sokat veszel fel egyszerre, az itt nem fordulhat elő, mert marha lassú. Érti, szakik! Nagyon kevés festéket tol ki egyszerre. Aha. Érti? Az első olyan termék, ahol nem tudok állást foglalni, mert fogalmam nincs, hogy most amit látok, ezt kéne látnom, vagy valami mást kéne látnom. Mi az, hogy alakult? Figyelj, Jari, csak mondom, hogy egyébként a reklámban az van, hogy a Pali fúj egyet, lehúzza, és az kész. Nem ezt csinálja, amit te. Fúj egyet, igen, megy tovább. Fúj egyet, megy tovább. Nem ezt csinálja. Jani, ja nem hallasz. Jó ez. Mi jó? Üvöltözik. Jaj, ez szó. De mi jó abban, hogy 10 perce fújsz egy négyzetméter? Mit csinál? Feri konkrétan ma eszembe fújta magát. Így belenézünk. Kettőszertiről. Lehetett mosogomra is állítani. Így van. Egyébként most, hogy a Feri állított valamit, sárgább lett. Így van, azt mondta Feri, hogy a vastagabb, könnyebb állítani. Na, a reklámban ezt csinálja Feri, és menj át a következő sorra. Egy sor föl, egy sor le, nem 10 percig fúj egy sor. Egyébként rendkívül aljas, mert 2,5 méter magasságban tolja ki. Hát nem baj, ott nem volt úgyse tisztasági festés 5 éve, úgyhogy ott ráfér. Aha. Feri már olyan magasságban van, hogy tetszik. Fecskefészkek esnek ki az álmennyezet mögül. Na milyen? Feri teljesen átvette tőlem, ő is akar a borítékból. Titeket ez a termékgyártó megvett, zsebretett, úgy érzem. Jó. Na mi legyen? Jó. Ez működik. Feri lazán arcon fújta, János. Mi legyen? Következő helyzet, állítható a szórófej, srácok. Hát egy nagyobb izére kellett állítani, és akkor nézd meg, egy húzásra fed. Ott a felső rész.
Igen. Tök csíkos. Mi csíkos? Tök csíkos. Hogy lenne a már csíkos? Az a csíkos. Gyerekek, az, amit gyerekek, a Daddy Henger a csíkos. Ne legyetek már ilyen könnyen megvásárolhatóak. Tök csíkos. Tehát a Jani fújt, az csíkos lett. Nézd meg, ott a sötétebb csík látszik, ott a világosabb csík. A Teddy az henger nem a Teddy henger. De, ez a Teddy. Jobb oldalt húztam két Teddy hengeres csíkot, és aztán ez arra mentünk rá, sokkal egyenletesebben fúj egyébként a kompresszoros. Az, ez a Teddy henger. Aha. Ez gyerekek, ez a Teddy henger. Hihetetlen, hogy megint megvettek titeket. Elképesztő. Kilóg a boríték a zsebetekből. Nem, de előbb-utóbb igen. Megadjuk? Ez működik? Én ezt tényleg nem értek, én most nem akarok állást simán, foglalni. Működik, simán, jó? Simán rámondanám, hogy nem, de hát érted, látod, működik, nincs ezzel gond. Tényleg jó. Nyilván akkor kell elkezdeni a festést, amikor bekeverted a festéket, akkor rögtön felveszi, nem fog beszáradni. Szerintem ez jó, és ahogy ugye Ferenc kollega is megmutatta, állítható a szórófej. Jó, nekem az egész kicsit olyan, mintha ilyen sávosan fújta volna. Tehát, hogy kicsit ilyen minden következő sávnak van egy sűrűbb, egy sötétebb része. Tehát én ezt csíkosnak látom, de én elfogadom. Majd, ha megszárad, jó, nézzük jó meg, lesz. Nézzük meg. Jó, de akkor azt mondjátok, hogy ezt most megadjuk. Én nekem tetszett. Meg jó maga, ugye, technológia. Jó, hát sokszor egy ilyen technológia parasztvakítás, de ezt most akkor megadjuk. Ha kettőből én nem, de ha ti megadjátok, akkor ez megvan. Ennyi emberet ne parasztozzál már le minket. Látod, a két paraszt hogy benyalt. Jó, amit te Feri, megdöbbentő, de amit te fújtál, az még szinte egyenletesebb. Nem tudom, mondjuk a te magasságodon mások a légköri viszonyok. Aha, ott gyorsabban szárad. Ott sokkal gyorsabban szárad. Igen. Jó, megadtuk. Oké, okay. Kettő egyenlényében ez a termék működik. Megadtuk. Ha valaki lát hasonlót, jó? Terméket, reklámot, bármi jött, ami ígér valamit, akkor küldjetek el nekünk, szívesen leteszteljük. 9:30 pontosan, 2 perccel jövünk mindjárt a reklám után. Ez itt a Morning Show. 3:40 lesz pontosan, 3 perc múlva. Jól kicsesztetek velem, ide egy hallgatónk, dolgozom, hallok valami fújó hangot, azt hittem, hogy a sűrített levegőm csöve ereszt, tapizom össze-vissza. Mire rájöttem, hogy ti fújtok a rádióban. A festékboltban dolgozom, nagyon jól szórakozom. Köszi, fiú. Feri, a szobámat is léci, kaja, pia, 300 forintos órabér, írja Peti. Azért ezt vegyük figyelembe, hogy amit ti teszteltek, az egy olcsóbb gép, nem tudja rendesen porlasztani a festéket, maga a technológia egy kiváló ötlet, csak meg kell fizetni a minőséget, írja egy olyan hallgató, aki nyilván vagy drágábbat vett, vagy kipróbált, és neki nem működött. Aztán van más is, ilyen gépen festettem ki a lakást, szerintem tök jól működik, így Erika. Balázs, itt a tavasz, vegyétek le a pisztolyt, és lombfújónak jó lesz. Jani, ne festd az ördögöt a falra, írja egy hallgató. Köszönjük szépen. Szóval, hogy megosztanak a vélemények, valakinek működött, valaki utálja. Aha. De itt most ez... Nekünk jó. Ez most jónak. Működött, jónak tűnik. Működött. Igen. Amit ígért, az egyébként az összejött, és nyilván mindennél van mindig drágább, minőségibb, és vannak olyan cégek, akik speciálisan ilyen készülékeknek a gyártásával foglalkoznak. De nyilván tényleg maga az ötlet jó, ez mondjuk egy olcsóbb, de ha drágább, akkor az még üzembiztosabban, szebben takar, vagy jobban fed, nem? Tehát maga az ötlet, amit kitaláltak, az szerintem nem egy rossz dolog tényleg. Az egyik hallgatónk például azt írja, hogy az egyik hölgy hallgatónk, hogy ő ezzel festette ki egy ugyanilyen készülékkel az egész lakást, és tök elégedett vele. Igen. Azt olvastam be az előbb ezt az SMS-t. Igen? Igen. Mindegy. Picit rá akartam erősíteni, tudod. Figyelj, nem volt olyan, meg kiégsz, mi lesz hívásában. Nem, most készítik össze a borítékot, és gondoltam, hogy ha még nincs lezárva, akkor még gyorsan beletolom. Téteket megvette ez a termék. Mert most gyertek. Már Ferének is kell, kitépte a kezemből. Nagyon bele akart jönni a projektbe, látta, tök erőszakos. Láttam, hogy boríték féltékeny lett, azért kezdett elő is fújni, hogy legközelebb ő is kapjon borítékot. Mondjad, mit akartál kérdezni? Hogy nem volt olyan SMS, aki azt mondta, hogy ezzel festette ki az egész ház. Te is beálltál a sorba, mi? Nem baj, én kitartok, engem nem lehet megvenni. De egyébként nem. Illetve dehogy nem csak. Dehogy nem csak. Egy szabad szeme látható összeggel, nem úgy, ahogy titeket megvásároltam. Nincs akkor a boríték, érted? Neki már utalni kell. Igen, látnom kell az összeget szabad szemmel. 8 perc múlva, pontosan 10 óra. Még van gyorsan egy-két közlekedési hírem. Trafi van az M0-áson, az M5-ös felé. Vecsés előtt a 44-es, 45-ös kilométer között. Szép napot, Rolcsi. M3 a 106-os kilométer után Nyíregyháza felé trafi, ezt Pumukli küldte nekünk, köszönjük szépen. Egyébként tényleg nézzétek meg ezt a mesét, mert tök helyes, tehát hogy nem akarom én bántani a készítőket, csak azért, mert most éppen egy sorozatgyilkost Puffant bácsit figyelték, de hogy tök helyes mese, szerintem a mi gyerekeink vannak abban a korban, nekik még nagyon jó. Tetszene. És magyarok csinálják, tök jó, de tényleg, tehát hogy nem, csak meglepődtem. Puffancs bácsi éppen el akarja esni a feleséget. És igen, és azt mondják, hogy te beférsz ebbe a zsákba, én nem. De tök cuki mese. Egyébként
nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak, tehát ez egy marha nehéz ügy, mert ugye vannak itt évtizedek óta bejáratott régi rajzfilm karakterek, hát, mesehősök, stb. Olyanok, amik igazi klasszikusok. Amikor az ember mondjuk így megemlíti a Vukot, megemlíti a Süsüt, megemlíti a Mazsolát és Tádét, akkor mindig úgy beszél róluk, olyan szinten piedesztára emeli őket, hogy minden, ami utánuk jön, az egy kicsit így lejjebb van kalibrálva, marha nehéz kitalálni. És ez most egész jól sikerült. Szerintem tök jól sikerült, és tök rámen már a Vuk mellett, meg a magyar népmesek mellett. Tehát a mai gyerekek már nem ezt nézik. Ez megint egy olyan ragaszkodás, ami nekünk nagyon nagy dolog volt, meg nagyon szép volt. Nem, az a legtöbb gyerek más, mozog, gyorsabb, máshogy van animálva, más, megnéznek egy Toy Story-t, megnéznek egy Shrek-et, megnéznek egy Madagaszkár gyorsabb. Ben imádja Madagaszkár, én beraktam neki a Vízipókot, hát úgy nézett rám már, hogy... Ugye ez a kérdés, más, hogy mivel kezded el szocializálni? Nyilván. Ennyire jóval kezded el utána? De nem, hát ez nem az volt, hogy egy évesen már Madagaszkárt adtunk neki. Ő nézett ugyanúgy Bogyó és Babócát, nézett Vízipókot, nézett magyar népeseket. A magyar népeseket pedig kifejezetten utálja, mert annyira fél tőle, mert mindenkinek nagy feje van, nagy szeme van, lángot hány. Az még szerintem neki korai. Nem baj, szokja csak. Ja jó, akkor persze, hogy ez egy könyörtelen világ. De például a Virág 10 évesen kattant rá a Mazsola és Tádékra. Aha. Tehát neki az például bejött. De a Süsü szerintem az olyan szinten kortalan például. Tehát, hogy ott el nem tudom képzelni, hogy a mai gyerekek azt mondanák rá, hogy nem jön be, nem tetszik. Iszonyú cuki, irgalmatlan édes, nagyon jók a szinkronok, marha jók a karakterek. Tehát, hogy... Igen, ha nagyon-nagyon sok modern néz ilyen krúdék, meg mit tudom én, ilyen mozis 3D-s valamiket, akkor utána már nehezebben áll erre vissza. Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt, szevasztok! Nagy ötlet volt egy ablaktalan helyiségben festeni, de köszönöm nektek, mert szép lett. Tisztaság szabban legalább, most mi bajod van? Én is azt érzem, igen, hogyha esetleg egy kicsit így bódultabb leszek a mai nap folyamán, akkor én kérek előre is elnőzést kérek a kedves hallgatóktól. Nem tudsz mitől bódulni, mert víz alapú. Nincs benne higító, ami bódítana. Nem? Tudom, hogy erre számítottál, de nincs. Miért nem tettetek bele egy kicsit? Na, hívjuk a naphallgatóját, és ajándékcsomagra mondja, hogy morning show, de azon kívül plusz ajándék. Oh, jaj, de szépen szól bármi is. Ezután? Ez még vagy most ezután? Nem, ez lesz. Vagy most, ha ennek vége, akkor ez most? Ez. Ez a jó? Szerintem ez volt. Vagy ez jön, most jön. De már máig, hogy ez? Ez. Nem tudom. Ami most jön, az? Nem ez, ami volt? Vagy ezt még most megvárjuk? Jó. Hát ennyi. Egyébként szellemes, amit írt, azt írta, hogy nagymama már 10 évvel ezelőtt is, mikor a keresztheződésben átment a piroson, és szóltunk neki, hogy mama, ez piros volt. Annyit mondott, miért? Volt lámpa? Helyes. Egyébként reagálva arra, hogy kik a veszélyesebbek, az idősebbek, vagy a fiatalok. A statisztikák szerint egyébként a fiatalok jóval több balesetet okoznak. Csabikám, remek zenéid lesznek ma is? Igen, DJ Newick, akit hozok nektek. Kuvik? Newick. Ő úgy született meg, hogy úgy hívták, hogy Új Viktor, így most már értitek a becenevét, hogy Newick. Salgotarjánban született, de egyébként a diszkóba járó fiatalok láthatták őt szinte az egész országban, Széchenyben, Győrben, Veresegyházán, mindenhol volt rezidens, bejárta a világot, és most van egy új dala, az a címe, hogy My Love. És ezt ajánlom a figyelmet. De jó. A kutyafáj. De jó. Hát az iskoláját, hát a Csabikám, ezt meghallgatjuk. Oké. Neked tetszeni fog egyébként. Igen? Igen. Azért mondom, hogy meghallgatjuk. Janinak kevésbé. 555-5500, ez Csabi telefonszáma, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok!